kívánok, tisztelettel köszöntöm a itt megjelenteket és a minket a YouTube csatornán követő érdeklődőket. A Humán Tudományok Házának nagytermében vagyunk. Abból az alkalomból, hogy itt rendezzük meg a Magyar Tudományos Akadémia biológiai tudományok és orvostudományok osztályának közös rendezvényét a Magyar Tudomány Ünnepe keretében, a mesterséges intelligencia alkalmazása és perspektívája a biológiában és az orvostudományban tények és kérdőjelek címmel. Ha valamivel, egy fogalommal össze lehet foglalni az idei MTÜ rendezvény témáját, az a mesterséges intelligencia lenne, amellyel kapcsolatban az elmúlt héten már egészen kiváló, kiemelkedő előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket hallhattak, akik ezt még nem tették, azok megtehetik a YouTube csatornán. A mai alkalommal pedig a mesterséges intelligenciának már egy konkrét, a biológiai tudományokban, orvostudományban való felhasználásáról fogunk itt előadásokat hallani, ennek átkáról, áldásáról, veszélyeiről. Én Ádám Veronika vagyok, az Orvosi Tudományok osztályelnöke, a délelőtti szekció ülésvezetője, a délutáni ülés Lénárd László, akadémikus úr, a Biológiai Tudományok osztályelnöke vezeti. Az előadások 20 perc időtartamban hangzanak el, utána kérdések nem lesznek, viszont a 6 előadás után egy egész óra áll majd rendelkezésre a vita, a beszélgetés, a kérdések, válaszok feltételére, illetve meghallgatására. Én az első előadást nem akarom tovább rövidíteni, nem is rövidítettem, mert akkor indul a 20 perc, amikor én innen levonulok, és ez most meg fog történni azután, hogy felkérem Szatmári Őrst, az MTA rendes tagját, az első előadónkat, aki a Mesterséges Intelligencia és Evolúció az igazi veszélyek címmel tartja meg előadását. Elnök asszony, elnök úr, tisztelt osztályok, kedves közönség! Én egy olyan témáról fogok beszélni, ami bizonyos értelemben még nem létezik, de az ajtón kopogtat. És aki kopogtat az ajtón, az egy nagyon ijesztő valaki. Erről szeretnék beszélni, mert a mesterséges intelligencia veszélyéről nagyon sokat lehet olvasni. Egyébként rafinált emberek már nagyon korán rávilágítottak arra, hogy mondjuk, hogyha az emberi társadalom döntéshozatali folyamatába bekapcsolódik a mesterséges intelligencia, annak milyen veszélyi lehetnek. A 60-as években írta meg Stanislav Lem a Summa Technológiai című könyvét, amiben áttekintette, lényegben a jövő filozófiájáról szól a könyv, amiben egy csomó minden már készen szerepelt, például a virtuális valóságvilág, ő ezt fantomatikának hívta annak idején, és leírta azt is egy hosszú fejezetben, hogy egy ilyen kormányzó mesterséges intelligencia milyen veszélyeket rejtett az emberi társadalomra nézve. 60-as évekről beszélünk. Na most ennél még nagyobb veszély is van, és erről szeretnék egy kicsit beszélni. Tessék örömmel megnézni ezt a szép hölgyet. Ez a szép hölgy valójában egy robot. Ez a szép hölgy valójában egy robot, amelyik mesterséges mesterséges intelligenciával van felszerelve, Mikának hívják, és egy globális vállalat egyik CEO-ja. Pont. Tényleg így van. Úgy, hogy szerződése is van, aláírt szerződése is van, amit ő maga írt alá. Ez egy rumorkat gyártó és forgalmazó lengyel globális vállalat, amelyik elhatározta, hogy ő az úttörője lesz sok mindennek, ugye kellő mennyiségű rumot iszik az ember, mindenféle dolog eszébe jut az el, és akkor megbízták a Hanson Robotics Limited-et,
hogy csinálja, megpróbáljanak így ilyen mesterséges intelligenciával felszerelt robotot csinálni, aki például a kommunikáció felelős folyamatokat fogja irányítani, egyúttal az úgynevezett Room Múzeum kurátora, amely Room Múzeumban 50 millió dolláros muzeális rumok vagynak felhasználva. Na kérem szépen, de ez egy kis ízelítő. Tessék barátkozni a gondolattal, mert lehet, hogy 10 év múlva ilyesmik is fognak ülni itt ebben a teremben. Az evolúcióról muszáj vagyok néhány ilyen, hogy mondjam, röp ismeretterjesztést tartani, azért, mert még mindig nem tanítják jól például az iskolákban. Kérem szépen, egy nagyon egyszerű, tulajdonképpen egy kvázi algoritmuson alapul ez a folyamat. Három feltétel kell hozzá, hogy a különböző egységek, amik ott vannak, egyrészt képesek legyenek sokszorozódni. Legyen bennük öröklődés, ugye A-ból A lesz, B-ből B lesz, de legyen variabilitás is benne, ami azt jelenti, hogy legyen olyan, ami korábban nem volt. Az a C ott a jobb alsó sarokban. Na most kérem, ha az öröklődő bélyegek között vannak olyanok, amelyek vagy a túlélő képességet, vagy a szaporaságot befolyásolják, a kettő kombinációját nevezik fitnessnek, azaz evolúciós rátermettségnek, akkor az ilyen egységek populációjában természetes szelekción keresztüli evolúció indulhat el. Pont. Érdekes módon a legnagyobb teljesítő képességű elméletek a természettudományban röviden összefoglalhatók. Kidolgozásuk konkrét esetre már nagyon nehéz, de a kvantumtér elmélet, az általános relativitás elmélet és az evolúciós elmélet is tulajdonképpen egy dián összefoglalható. Nagyjából ott kővé vált úriember már ezekkel tisztában volt. A lényeg az, hogy ez nem kell géneknek vagy organizmusoknak lenni, bármi, ami megfelel ennek, az evolúción mehet át. Nem feltétlenül megy, de mehet át. Na, kérem szépen, van egy másik korai figyelmeztetés, ugye Stanislav Lem 60-as években figyelmeztetett a döntéshozatali mesterségi intelligencia veszélyére. 1999-ben jelent meg az Oxford University Pressnél ez az ismeretterjesztő könyvünk, John Maynard Smith-szel, amelyik nagy evolúciós lépéseknek a szívhez szóló, művelt laikusnak szóló változata, és abban írjuk azt, hogy a legutolsó átmenet pedig, amely a mi életünkben zajlik, az információtárolás és továbbítás elektronikus módjának elterjedése. Vajon az utódaink virtuális valóságban töltik életük nagyobb részét? Kialakul-e valamiféle szimbiózis a genetika és az elektronikus információtárolás között? Az elektronikus berendezések képessé válnak önreplikációra, hogy aztán felváltsák a kezdetleges életformákat, amelyek megalkották őket, nem tudjuk. Ez 1999. Nos, kérem szépen, 2006-ban a Nature Reviews Genetics-ben jelent meg ez a cikk, amely egy nagyon változatos szerzőgárdával íródott, komputertudósok és biológusok is vannak benne. Például köztük van Miroslav Radman, hogyha Abbáziában sétált valaki ezen a Walk of Fame-en, ahol a Nikola Tesla meg egyebek ottan vannak, akkor a Miroslav Radman már ott van, pedig még él, ami az mégiscsak egy nagy szó. Tehát írtak együtt egy cikket azzal, hogy az úgynevezett mesterséges evolúció, amelyet például mérnöki tudományban alkalmaznak, messze elmarad attól, amit lehetne csinálni. Ők ezt komputációs evolúciónak hívták, és rávilagítottak arra, hogy azok a komponens folyamatok, ugye balról jobbra meg a biológiában megvannak, ezek sokkal gazdagabbak annál, mint amelyeket a akkori technológia 2006-ban alkalmazott. Rávilágítottak arra, hogy a genomszerveződés teljesen más, jóval gazdagabb variációt enged meg. Fajképződés is létezik, ugye, mint tudjuk. A környezet érzékelése, de nem csak, hogy valamit el akarunk érni, hanem a környezet aktív érzékelése ott van. Lényegében folyamatos adatbányászatot csinálnak az élő organizmusok, mi is, akik ugye itt ülünk, hát azért tudok előadni, és hipotéziseket is generálnak. Tehát ők azt mondták
2006-ban, hogy ezeket implementálni kellene, ha látványosabb eredményeket akarunk elérni. Na nézzük akkor. 2020-ban közölték a szerzők ezt a tanulmányt, ami az Auto Machine Learning Zero nevet kapta. Hát itt ugrunk bele ugye a komoly dolgokba. Ők egy konkrét feladatot akartak megoldani mesterséges intelligencia segítségével, amely már bőven meg volt oldva a mesterséges intelligencia által, csak ők nulláról akartak indulni, vagy majdnem nulláról, és evolúciós úton. Ez, amit mindjárt elmesélek, ez azért elképesztő, mert mutatja a darwini algoritmus elképesztő erejét. Tehát, hogyha valaki nem hisz az evolúcióban, akkor tulajdonképpen ezt kellene neki először elmagyarázni. Tehát egy olyan dologból indultak ki, amelyhez nem kellett más semmi, csak mondjuk a középiskolás matematika ismerete. Ez adott volt a gépnek a számára, hogy vannak operációk. Differenciális integrál számítás nem volt. Az nem volt megengedve. És ugye valójában egy üres programból indultak, és bizonyos komponens folyamatokat, azok pedig program sorokat tudtak generálni. Háromféle volt, az első ott a jobbra fönt, az, hogy egy új sor megjelenik egyszerűen. A második verzió, amit itt látunk, az, hogy megjelenik egy új képlet. Tehát ugye, tessék, a másodiknál át vannak írva változók és változók közötti matematikai összefüggések mások. A harmadik pedig az, hogy a képletnek az alakja megmarad, de a változók kicserélnek benne. Lényegében ezek a mutációs lépések a programban, és hát a bal oldal ez klasszikusabb, tehát vannak régebbi és újabb programváltozatok, az öregeknek egy részét kidobják, akiket pedig kiválasztatnak, akik talpon maradtak, abból kiválasztják a legjobbat, és a legjobbat lemásolják, és valamelyiket mutációnak teszik ki. A feladat pedig ez volt, kérem szépen, hogy egy klasszifikációs osztályozási feladat. Volt vizuális bemenete a programnak, tehát meg kell tanulni klasszifikálni valódi felvételek alapján az objektumokat. Ez volt a feladat, gyakorlatilag a semmiből indul, semmit se írtak bele, csak ezeknek az elemi programozási lépéseknek a lehetőséget. És darált az evolúció, mindig háromféle dolog volt, ahogy beindítja, ami jósol, és a jóslást ellenőrzi, hogy mennyire jó a jóslás, a predikció, az osztályozása tekintve. Migráció is volt, tehát több lokális populációt tenyésztettek, és időnként migráltak. Ez azért van, hogy az úgynevezett korai konvergencia ne következzen be, ami egy probléma az ilyen algoritmusok esetében. Na most akkor, kérem tisztelettel, ez az egészen elképesztő eredmény. Tulajdonképpen fel kéne állni, és egy perces néma vigyázban kéne ezt nézni. Az evolúció úgy szólván a semmiből, csak a komponens folyamatok a lehetőségeiből indulva, a mesterséges intelligencia kutatásának évtizedeit végigcsinálta magától, úgy, hogy a feladat végére ez a legfejlettebb program, itt van gráfba fejtve a program, felfedezte a backpropagation algoritmust, amelyik ugye a legjobb módon működött. Ugye 10-12-en algoritmikus kiértékelés eredménye volt ez az algoritmus. Tehát ugye, na erre lehet mondani, hogy az evolúció semmiből egy új másik világot teremtett. Ez mutatja ennek az erejét. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia evolvábilis, ugye ez a következtetés. Na most akkor nézzük egy másikat, mert ugye ezek az cybertérben tenyésznek ezek az organizmusok. Meg kell nézni, hogy mi egyebet lehet csinálni. Ne felejtsük el, hogy a sokszorozódás nem feltétlenül azt jelenti, hogy a kibernetikai térben folyik, hanem adott esetben a fizikai térben. Ugye a Mika, a robot CEO hölgy, még nem reprodukál
lódhat, tehát az a képessége nincsen meg. Viszont intenzív kutatások folynak arra, hogy igenis a robotok is tudjanak replikálódni. Ez egy 2022-es a Communication Engineering, ugye ez a Nature csoporthoz tartozik. Kérem szépen, itt vannak az elemi építőkövei ennek a robotnak. Ez a kész robot. Bocsánat, ez lehet ezzel mutatni, vagy nem lehet? Nem. Ja, igen. Nagyszerű, csak most akkor vissza kell lépnem. Úgy? Ez az, igaz? Na, tehát ez a kész robot, tetszik látni? Tehát ilyen komponensekből áll, és itten manipulátorok is vannak. Itt vannak a komponensek, amelyeket ugye darabok, amikből össze lehet állítani ezeket a különböző egységeket. Ez a robot haladni is tud, és meg tud fogni ilyen komponenseket, mint a bal oldalon. Ez egy olyan manipulátor, ami képes egy olyasminek a megragadására ott balra fönt. Ugye ez pedig egy ízületnek a... Tehát ez mind le van rakva a térben, és nézzük meg, hogy mit tud ez a robot csinálni. Ez a robot például önreprodukációra képes, tehát ott van egy ilyen depó, amely depóban ilyen komponensek vannak lerakva, és a robot a megfelelő programmal természetesen azt csinálja, hogy elkezdi nézegetni a különböző komponenseket, van képe magáról, tehát van elképzelése, hogy mi a cél, az benne van a programban, és akkor elkezdi válogatni ezeket a komponenseket, először a lábat építi, aztán a másik lábat, aztán megcsinálja az ívet, és a végén ott van, ez fizikailag lezajlik. A részek között elektromechanikus kapcsolódások vannak egyébként, tehát ez egy elektromechanikus replikáció. Nem olyan fejlett az anyagcsere szempontjából, mint az élő sejtek, mert ugye a kémia az máshogy néz ki. Tehát az a része a dolognak még nehéz. Ugye, hogyha kémiai úton, vagy tehát, hogy mondjam, molekulákból kellene előállítani ezeket a komponenseket, hát egy kisebb fajta gyárra lenne szükség. A biológia itt még előtte van a technológiának, mert ugye egy sejtméretben megcsinálja ugyanezt, amit mi nagy méretben se tudunk még, de hogyha a komponensek adottak, akkor viszont ez a robot képes önmagát reprodukálni a komponensekből, és együttműködő feladatokat tud végezni. Kérem szépen, az egyik ilyen feladat, amit adtak neki, az az, hogy építsen egy ilyen gúlát. Építsen egy ilyen gúlát, megint oda passzított különböző elemekből. Na most ez nagyon intelligens algoritmussal van ellátva, mert fel tudja mérni, hogy mi az optimális módja annak a gúla építésnek. Tehát ugye látjuk, hogy például a közepén itt, ugye itt nagy blokkokat is lehet építeni, mert össze lehet őket tolni. Az oldalán nem igaz, mert ott a lépcsőknek kell lennie. Tehát itt tehát meghatározza a robot, hogy milyen legyen az összeállításnak a sorrendje. És utána pedig az egyedi robotok, mert itt több robot van, mert ugye egymást építgetik, és ezeknek össze kell dolgozni ahhoz, az úgynevezett hasznos feladatot, tehát a gúla építését megcsinálják. Ehhez minden robotnak egyénileg is döntést kell hoznia, annak a függvényében, hogy mit csinál a többi. Na, ennek egy ilyen döntésfa mutatkozik itt, ez a teljes döntésfa, ami a robotnak a rendelkezésre áll, és ugye különböző komponensek vannak, tehát nagyobb, magánál nagyobb robotot is tud építeni. Ők ezt evolúciónak hívják, nem tudom miért, mert ez nem az önmagában, de nagyobb robotot is tud építeni, pontosan is tudja reprodukálni magát, akkor meg tudja az építkezést csinálni, ami nem önmaga, hanem valami más. Ugye a kémikusok heterokatalitikus funkciónak mondanak, és ugye
az optimális raj konfigurációt is megtanítják. Ezek ugye robot rajoknak hívják, és az intelligenciájuk, ez a swarm intelligence, raj intelligencia, de itt ebben az esetben a reprodukció a lényeg. No most akkor felmerül a kérdés nyilvánvalóan, hogy mi történik akkor, hogyha összekapcsolódnak ezek a különböző evolvabilitási komponensek. Na mi van? Ugye, tehát akkor van tehát megtestesült intelligencia, ez az embodied robot. Van a mesterséges intelligencia, amelyik meg tudja hajtani a robotot. Azt is látjuk, hogy a mesterséges intelligencia maga evolvábilis tud lenni, és a fizikai reprodukció sem kizárt, mert ebbe az irányba is elkerültek. Hát világos, most ugrik a majom a vízbe, valóban az a helyzet, hogy sajnos, azt kell mondjam, hogy sajnos, megteremtődik a lehetősége egy tőlünk független evolúciós rendszer kialakulásának. Még nem vagyunk ott, de ez bármikor megtörténhet. Egy idei, egy vonatkozó honlapon való elmélkedés, ami tehát néhány hónapos, a mesterséges intelligencia Armageddon, ez a bejegyzésnek a címe, és például az intelligens vírusokra utal. Tehát, nézzük a lépéseket. A számítógépes vírusok néha úgy módosítják magukat, hogy elkerüljék a vírusírtók általi felismerést. A mesterséges intelligencia tovább fejlődik. Képességei közé már a szoftverek írása is beletartozik, ideértve a vírusok létrehozhatóságát is. Bármelyik nap egy ostoba vagy rosszindulatú ember utasíthat egy mesterséges intelligenciát, hogy fejleszen ki egy vírust, amely maga is mesterséges intelligencia. Ebből a vírusból újabbak származhatnak, amelyek szaporodnak, és új továbbfejlesztett változatokat hoznak létre önmagukból. Egy önmásoló számítógépes program, amely tudja, hogy ki akarjuk törölni, és hasznoszt húz a terjedésből, mindnyájunkat meg kell, hogy ijesszen. Mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát ez egy erős indítás a mai tudományos programunknak. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokakban mindenféle kérdések már felmerültek, de ezeket tartogassuk most akkor még egy rövid ideig a vitára. Én pedig most szólítom ennek az egész rendezvénynek egyik kitalálóját, szervezőjét, Falus András akadémikust, aki az Egészségbiológiai Modellek a Mesterséges Intelligencia Eseményhorizontján címmel tart előadást. Köszönöm szépen. Őrsnek a felütése az nem volt bármilyen. Én meg szeretném tenni azt, hogy az én felütésem egy olyan szóval lesz, amit eseményhorizontnak nevezünk, amiről mindenki tudja, hogy a úgynevezett dark energy-vel, a fekete lyukakkal, vagy a sötét lyukakkal fér össze. Mindenek előtt engedjék meg, hogy egy-két alap fogalomról beszéljünk. Mit ért a filozófia és mondjuk a humán antropológia a mesterséges intelligencián? Valamilyen olyan jellegű gondolkodási kérdést, intelligencia kérdést, majd a diszkuszióban erről szeretnénk szót ejteni, ami valahogy hasonlít az emberi agyhoz. A két alapmódszer, amit a mesterséges intelligencia használ, ez a úgynevezett gépi tanulás, a machine learning, illetve a mély tanulás, a deep learning.
ahogy ősz is utalt már rá, a gépi tanulás egy olyan lehetőséget jelent, amit úgy mondunk, hogy felügyelt vagy nem felügyelt tanulás, supervised, unsupervised, és a deep learning pedig azt a plusz elemet hordozza, amire imént nagyon látványos példát láttunk, hogy önmagát kijavító rendszerekről van szó, önmagát fejlesztő rendszerekről van szó. Egy viszonylag nagyon régi analógia az idegsejt, amiben meglehetősen sok input érkezik, és jól ismert módon sok output is jön létre. Én azt hiszem, az analógia eddig tart, és nem tovább, mert tulajdonképpen a mesterséges intelligenciában különböző inputok, különböző információk, szövegtestek és adatbázisok információja jön be. Ennek valamilyen integrálja történik meg, ami valamilyen funkcióban egy bizonyos algoritmuson át sok outputban érvényesül. Mondom, úgy gondolom, hogy eddig tart a hasonlóság, ezért nevezték neurális hálóknak ezeket a rendszereket. Tehát a neurális háló vonatkozás ilyen értelemben azt jelenti, hogy több rétegen át, amelyek mindenféle súlyokkal vannak, lesznek eltolva, vagy csökkentve, vagy valamilyen módon felerősítve, amplifikálva, egy olyan eredményt ad, ami már egy az emberi, a megrendelő, az alkalmazó számára valamilyen funkciónak az érvényesülését jelenti. Ez tulajdonképpen az ML-nek, a gépi tanulásnak az alap sémája. Van egy csomó input, van egy sor úgynevezett rejtett réteg, és ennek a megfelelő integrálja, a megfelelő szelekciója ad bizonyos válaszokat, ad bizonyos outputokat. Tehát a mesterséges intelligenciából, a XAI-ban most már Elon Musk jóvoltából mást is jelent az XAI. Ez az eredeti jelentése az explainable AI volt, tehát a megmagyarázott vagy a megmagyarázható gépi tanulás. Na most ez egy hihetetlenül leegyszerűsített kép volt, mert rengeteg rejtett réteg van, és nem is jó szó igazán tulajdonképpen a réteg, mert a rétegről az ember egy síkidomot képzel el, több milliárd ilyen van, amelyek megvalósítják valahogy vagy a funkciónak, vagy a outputnak valamilyen visszajelentését legkülönbözőbb szinteken, de ez, amit ős is említett, ez a backpropagation, tehát a visszafele való szabályozás, módosítás, optimalizálás, ez ilyen értelemben megtörténik. Na most ez egy black box, egy fekete doboz, egy teljes fekete doboz, bár itt az első ülésen Szegedi Balázs azt mondta, illetve a kerekasztal megbeszélésen, hogy ez a fekete doboz már szürke doboz, ő neki arcfelismerési vizsgálatokkal volt erre példa, de azért mégiscsak elmondható,
hogy nem nagyon tudjuk, hogy mi van belül. Tehát nem értjük, mi van belül. Beszélni, zárójelben megkérdezem a neurobiológusokat, hogy az agyban értjük, hogy melyik neuron hova ad valamilyen információt. Na most megint ez a síkban való gondolkodás nem igaz, mert ezek a léjerek, ezek a rétegek háromdimenziós neurális hálóknak a millióit, a százmillióit jelentik, amik a térbeni elképzeléshez képest még inkább ezt a helyzetet bonyolítják. Tehát egy olyan nem teljesen random, de általunk, szóval az informatikusok által még nem nagyon értett rendszerekről van szó, ami valamiben történik, különböző relú függvények jönnek algoritmusok részre, mindesetre van egy output, tehát mindenképpen van egy hatás. Na most elkezdve a bevezető alapfogalmak után a biológiai tartalmak, az inputok olyan DNS szekvenciákat jelentenek, olyan stop motivumokat, olyan pre- és post transzkripciós szignálokat, vagy virtuális szignálokat jelentenek, és virtuális, vizuális szignálokat jelentenek, amely a deep learning kapcsán, mondom black box-ban, valamilyen funkcióra vezetnek, például a clusternek a létrehozása egy adatbázisban, valamilyen struktúra predikciónak a megjelenítése. Ilyen a viszonylag legegyszerűbb a DNS szekvenciának a digitalizálása, mert egy ilyen one-hot encoding van, tehát egy ilyen négyes elemből álló matrix képviseli a DNS szekvenciát, ahol az ha az első pozícióban van, az minden alkalommal adenin, ha az utolsóban van, akkor timin, ha a másodikban, akkor citidin, és hol van egy harmadik? Itt van egy harmadik, ami mindig guanint jelent. Tehát ez például egy inputnak a első rétegben való megoldását jelenti. De ez multimodálisan kell, hogy feldolgozva legyen. Itt lehetnek különböző adatbázis, biológiai adatbázisok, akár epigenetikai adatbázisok, génexpressziósok, legkülönbözőbb mutációk, amelyek bemennek egy valamilyen rétegbe, ami mondjuk géneket érint. Ez átlép valamilyen már az adatbázisból ismert valami transzkripciós faktor kötő hely felismerésre, sőt valamilyen jelátviteli útvonalra is utalhat, ezek mind csak példák, melyek végén valamilyen funkciót vagy valamilyen funkció eltérést kapunk az AI-nak vagy a mesterséges intelligencia révén. Ez az összefoglaló, ez a nap ma biológiai és orvosbiológiai kérdésekről szól, csak egy felsorolás szerűen részletek nélkül, óriási, mindjárt példákat mutatok, óriási jelentősége van a diagnosztikában, a gyógyszeres kezelésben, a gyógyszerfejlesztésben, ahogy a következő előadásban el fog hangzni, a személyre szabott gyógyászatban, például a vakcina fejlesztésben, amelyről példát fogok mutatni, a betegfigyelés, az orvos adminisztráció kérdésében, amiről ma még délelőtt ugyancsak előadás hangzik el, a legkülönbözőbb bioszintéziseknél a
ide tartozik a robotsebészet, bizonyos algoritmizálása, még tulajdonképpen a remote, tehát a messziből lévő is, és az egészségügyi menedzsment kérdése. Mindez óriási hype, hogy valami csúnya szót mondjak. Ez, amit lehet látni a cikkeknek a döbbenetes emelkedéséből, az itt látott számok azok PubMed számok, tehát nem minden ismert terjesztő vagy bulvár szintű információt tartalmaznak, de benne van az, hogy az orvosi mesterséges intelligencia eddig, most már bizonyára több, ezt néhány napja vettem ezt az adatot le, majdnem 60 ezer publikáció, PubMed által említett publikáció jelent meg, és nem csak az orvosi, nem megyek bele, és csak a diagnosztikáról, ami a legnagyobb siker történet idézőjelben is hihetetlen sok. A dolog ott nyer még egy megerősítést, hogy ezek az óriások, tehát tech óriások, mind az Apple, a Microsoft, az Amazon, az IBM, a Nvidia, a Musk-féle társaság, ahol egyébként Szegedi Balázs bátyja, a nagyszerű, tényleg nagyon nagy matematikus Szegedi Krisztián is dolgozik, vagy a Facebook elkezdett healthcare, tehát orvosi témákkal foglalkozni. Röviden áttekintve a beteg útvonal ugye nyilvánvaló a prevenció, mondjuk a primer prevenciótól kezdve a diagnózison, a stádium megállapításon, a megfelelő kezelés után és a megfelelő követés után két blokkból áll, az egyik a legkülönbözőbb orvosi mérések, a genom, és nyilván ide tartozik a legkülönbözőbb biopsziák, a legkülönbözőbb képalkotóknak a felhasználása, az előzetes rekordoknak, tehát a beteg ismerete, és ehhez csatlakozik például a tumorok beosztásánál a különböző neurális networkök, a Bayes analízis, szerintem a Markov modell, a rejtett Markov modell, ugye a szomszédosság vizsgálata az egyik legfontosabb. Így kialakul egy technológiai algoritmus, ami összehozza az orvoslást. Néhány példát szeretnék mondani ebben a sorrendben, amiben, ahogy egy szóban már mondtam, a cluster analízisnek óriási jelentősége van, mert olyan fogalmakat akar csoportosítani a hatalmas adatbázisokba, amelyek ma már gyakorlatilag teljesen szabadon vagy megoldható anyagi függéssel létrejönnek, vagy intraklasztert, ahol az a klaszter lényeg, hogy minél az egyes elemek egymáshoz közel vannak, vagy interklaszterek, ahol legmesszebb van egy ilyen csoport egymáshoz. Ma még délután 2, illetve 3 onkológiai megközelítést fogunk hallani. Itt is van egy olyan sora ezeknek a hálóknak, úgy mondjuk, hogy ezek konvolúciós hálók, tehát egymásból valamilyen súlyjal, vétel módosított, összegyűjtött, kitágított dolgok vannak, aminek a végén van egy összesített, célzott eredmény, ami annak aztán az adattisztításra, és van egy olyan
olyan outputja ezeknek a vizsgálatoknak, hogy melyek azok a részek mondjuk egy PET-ben, egy MR-ben, amire figyelni kell. Tehát ez elvezett a több rétegen, kvázi black box rétegeken át, elvezett egy olyan outputhoz, ami már például a tumor esetében valamilyen a gyógykezelésre, a kimenetre, sőt a gyógyszer mellékhatásra utal, és létrejön egy olyan klaszter képző lehetőség, ami egyébként teljesen olyan, mint elvileg, mint az arcfelismerésnek az elve, ahol az arcon különböző pontok közötti távolságok sokasága jelent egy olyan individuális összefoglalást, ami itt is virtuális módon el lehet végezni, és egy nagyon fontos staging jöhet létre. Kemény Lajos, aki ennek a mai rendezvénynek a társszervezője volt, fog a bőrrákokról beszélni, ahol ugyanúgy a laphámrák és a melanoma, a egyszerű anyajegy és a keratózis ártatlan vonatkozásai van egy ilyen klaszteranalízissel való elválasztási lehetőség. Én immunológus vagyok alapszinten, tehát hagy mondjak valamit a tumorvakcina próbálkozásokról, ez mi nekünk most egy elkezdett együtt működés egy amerikai társasággal és egy céggel. A immunológiában, az antigén bemutatásban vannak olyan elemei, mozzanatai az antigén bemutatásnak, amelyek individuálisan különbözők, tehát genetikailag eltérők. Ebből a leghíresebb az MHC, tehát emberben a HLA, és ennek alapján ilyen adatbázis, ami közül legalább 1000 szabadon hozzáférhető alapján tervezni lehet a vakcinákat. Itt van a mi konkrét, az együttműködésben konkrét elképzelések, hogy milyen infókat viszünk be a rendszerbe, és ebből milyen outputok kellenek, mi a peptid, hogy néz ki, mennyire hidrofil, és így tovább. Ezek individuális emberek, különböző MHC-kkal, ugye az örököljük, amelyek különböző emberekkel, különböző peptideket kell rátervezni. A hagyományos, úgynevezett szimulációs modellekkel szemben, ami a gyógyszerfejlesztésben is működik, most már AI-jal. Még egy példa, ami a diabetes, ez a legrégibb fölhasználás. Ebben a fogalomban a régi az 4 évet jelent. 4-5 éve jelennek meg olyan cikkek, amik optimalizálják az inzulin bólusz mennyiségét, függően attól, hogy valakiben milyen a belső, tehát milyen a cukor terhelésnek a görbéje, a dinamikája. Ezt gyakorlatilag rengeteg cikk foglalkozik azzal, hogy lehet inzulinbóluszt tervezni. Nem véletlenül nagy figyelem van a pandémiáknak a predikciójára. Itt nyilván szociális, szociológiai kérdések is belejönnek. Nagyon fontos a multimodális megközelítés, ezek nagy nyelvi modellek. A mai MI még nem tudja ezeket elemezni, de nagyon közel van, és ez egy siker történet,
hogy a szöveg, a kép, a hang, például a skizofréniában a hangelemzésnek állítólag nagyon nagy jelentősége van, és egy komplex dokumentum analízis. Néhány szenzort szeretnék mutatni, ami a szemlencsénre helyezve, ilyen kontaktlencse jellegűen az inzulin, a vércukorszintet tudja mérni. A szifihez közelítenek a nanobotok, a nanorobotok, 100 nanométernél kisebb, elképesztő, van egy kamera benne, mini kamera, van egy valamilyen energiaforrás, amit állítólag piezo elektromos forrás, és döbbenetes, hogy van egy nanopropeller, vagy terveznek egy nanopropellert, ami egy üvegszálból áll, amik 1-2 nanométer méretű. Na, itt jön a legfantasztikusabb, ős arra konkludált, hogy az emberi, tehát hogy lesz egy külön evolúció. Ezekre gondolatok meg a kettőnek az egyesülésére vonatkoznak. Ma már a brain, az agy, kompjúter interfészekkel komoly olyan hálózati leírások vannak, és tervezések fordulnak, kapcsolási rajzok, amik tényleg az agy és az emberi gondolkodás és a kompjúter kapcsolatát jelentik. Azt mondjuk, hogy ez black box, ez sci-fi, hát nem egészen sci-fi. Augusztusban megjelent egy cikk, emberek fülére fülhallgatóval egy Pink Floyd számot vittek be, és az agyi elektromos jelekből a gép visszajátszotta a Pink Floyd számnak, a híres Pink Floyd számnak a főmotívumát. Az elvezetések a jobb temporális lebenyből voltak. Bocsánat, a hang megindult, hogyha valakit érdekel, azt szünetbe le tudom játszani a gépi hangot is. Képekkel is ez előfordul. No, hát a Pandora szelencéje, ebben teljesen egyetértek Őrssel. A legfontosabb elem a valóban etikai, jogi kérdések. Fésűs László fog erről beszélni, meg a második diszkuszió egyik központi témája. Ez lesz. Rengeteg prosz meg kontra van a új fegyverek, a legfélelmetesebbek, amiről általában nem beszélünk, de a személyiségi jogok, és így tovább. És itt van az első mondatnak a vége, a szingularitás, és erről majd a diszkuszióban fogunk beszélni, döbbenetes lehetőséget jelent a humán evolúció folytatásában. Kompjúterek révén rengeteg etikai cikk jelenik meg, és ezzel szeretném befejezni, hogy ezt nagyjából, ha én magamat embernek tekintem, 90%-ban, na jó, nem egész 90%-ban ember hozta létre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az előadásnak majdnem a végéig azt hittem, hogy az első előadás Armageddon lehetősége után most valami derűsebb képet láttunk, de az végére azért némi aggodalom itt is eltöltött. Viszont már láttuk, a Falus András felvetette a konkrét orvostudományi használhatóságát a mesterséges intelligenciának, és most már konkrétan elmozdulunk a következő előadásban a mesterséges intelligenciával támogatott felfedező gyógyszerkutatások területére. Előadónk Ferenczi György, az MTA doktora.
tisztelt elnök asszony, tisztelt hallgatóság. Igyekszem akkor derűsebb képet festeni. Nem ígérhetem, hogy ez maradéktalanul megvalósul, de mindenképp talán pozitívabb lesz a végkicsengés ennek az előadásnak, mint amiket eddig hallottunk. Tehát én a gyógyszerkutatásban a mesterséges intelligencia szerepéről, hatásáról kívánok beszélni. Pontosabban a gyógyszerkutatásnak csak egy szeletét fogom tekinteni. Engedjük meg, hogy elhelyezzem ezt itt környezetében. Tehát a gyógyszerkutatás egy hosszú, 10 évet meghaladó folyamat, amelynek a legelső részéről, amelyet felfedező kutatásnak nevezünk, kívánok most beszélni. Csak megemlítem, hogy ezt követi még mindig klinika előtti fejlesztés, majd maga a klinikai fejlesztés, aminek eredménye lesz a gyógyszer. Ez az ábra nem igyekszik jelölni az időtartamokat, illetve a ráfordított erőforrásokat. Azért fontos, hogy mégis itt legyen, mert ez a legelső fázis, a felfedező kutatás igazi eredményét a legvége mutatja meg, bár én most kénytelen vagyok az elejére fókuszálni. Ez azért is indokolt, hogy erről beszéljünk, mert talán a mesterséges intelligencia leginkább ezen a területen, tehát a gyógyszerkutatásnak ennek a legelső stádiumában érhető tetten, talán itt van a pillanatnyilag a leginkább, ahol hatást gyakorol, mind a módszerekre, mind az eredményekre. Maga a felfedező kutatás is több részre osztható, és én külön fogom ezeket tárgyalni. Az elején van egy gyógyszercélpont azonosítás, amikor többnyire egy fehérjét igyekszünk találni, amellyel ennek a funkcióját kívánjuk majd módosítani egy kis molekulával, és ilyen módon a betegség állapotában változást előidézni. A következő pont, ez a kémiai kiinduló pont azonosítás, amikor valamilyen vegyületet találunk, amelyik képes lett ezzel a célponttal kölcsönhatni, de még nem hordozza mindazokat a tulajdonságokat, amelyek szükséges ahhoz, hogy ő gyógyszerré váljék. Ezeknek a felruházása történik az optimálás során. A gyógyszerkutatás közben az első fázisban a mesterséges intelligenciának a módszerei nem ismeretlenek. Több 10 évvel ezelőtt is már használtuk azokat az eljárásokat, amelyek a mesterséges intelligenciában egy magasabb szinten komplexebben megjelennek. És erre mutatok itt néhány példát, tehát például az adatbázisok, amelyek nem teljességgel igyekszem törekedni, csak említeni, hogy fehérjék és kismolekulák kísérleti szerkezetének adatbázisai, azok a talán a 70-es évektől elérhetők, természetesen a bennünk levő adatoknak a mennyisége, komplexitása jelentősen változott. Az adatbányászat is régóta jelen van a gyógyszerkutatásban. Például, ha van egy vegyületünk, egy molekulánk, amelynek valamiért kedvező tulajdonságnak ítéljük, akkor a hozzá hasonlóknak a keresése az egy rutinszerű feladat régóta. Rendelkeztünk régen is szakértői rendszerekkel, például a metabolizmus előrejelzésre, illetve a gépi tanulás elsősorban az ideghálózatok, azok jelen vannak már a 2000-es évektől a gyógyszerkutatásnak ebben a korai fázisában is. És most rá szeretnék térni akkor, ha visszaemlékeznek a legelső fázisára ennek a felfedező gyógyszerkutatásnak, amikor egy gyógyszer célpontot, tipikusan egy fehérjét igyekszünk azonosítani, amelynek a működését, funkcióját szeretnénk befolyásolni. Ennek számtalan eljárás van erre, amit én itt most megemlítek, az egy kiragadott, de azt mi szempontunkból érdekes, mivel a nagyszámú adat, amiről itt szó van, lehetővé teszi, kínálja a mesterséges intelligencia alkalmazását. Tehát itt elsősorban különböző omik technikáknak, technikák által generált adatokra gondolok, a genomika, transzkripciós, proteomikai adatok, külön megemlítendő, ez a teljes genomasszociációs vizsgálatok, amelyek inputot szolgáltatnak a mesterséges intelligenciának. Érdemes azért megemlíteni, hogy fölmerül az a kérdés, hogy ez a nagy mennyiségű adat vajon kellő pontosságú, kellő részletességű a gyógyszerkutatás célpont azonosításához. Itt felmerülnek ilyen kérdések, hogy vajon a splice változatok, vagy az aktivációs állapota a fehérjéknek, hogy foszforilált, nem foszforilált, ezekkel kellő módon számolni tudunk ezeknek az adatoknak a kezelésekor. Vagy az az alapvető kérdés, hogy amire éppen a mai gyógyszerkutatás nagymértékben épül, hogy egy betegséget egy fehérjével asszociálunk, ez milyen mértékben áll fenn. És érdemes ebben szemben megtekinteni ezt az ábrát itt a jobb oldalon, amely azt mutatja, hogy a önöknek baloldali
oszlopban különböző indikátoros területeken végzett gyógyszerkutatás, amelyet olyan cégek végeznek, amelyek a mesterséges intelligencia alkalmazásán alapulnak, míg mellette a hagyományos nagy gyógyszercégek által végzett kutatásokban az indikációs területek. Első ránézésre meglehetősen hasonlók ezek. Azt azért érdemes észrevenni, hogy picit itt ezek a felső oszlopok, ezek vaskosabbak, és ezek éppen a jobban ismert célpontok és hatástalan területek, tehát az onkológia, immunológia, illetve a központi idegrendszer általában elég jól ismert célpontjai. Tehát úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencián alapuló kutatás nem alapvetően új célpontokat, inkább a beváltakat részesíti előnybe jelenleg. Szólnom kell, érdemes szólnom a fehérje szerkezetekről, amelyek a gyógyszerkutatás több fázisában alapvető jelentőségűek, és amelyeket hagyományosan, most már mondhatom hagyományosan, hiszen több tíz éve rendelkezésre állnak ilyen módszerek, mint a röntgenkristallográfia, mágneses magrezonancia, illetve újabban a krioelektronmikroszkópia, amelyel kísérleti atomi felbontású fehérje szerkezetekhez juthatunk. Újabban néhány éve lehetővé vált a már említett DeepMind cég által fejlesztett AlphaFold mesterséges intelligencia alapú fehérje szerkezet előrejelzés, amely az aminósav sorrend alapján a már meglévő kísérleti szerkezetekből tanulva képes arra, hogy nagyon jó minőségű, a kísérletivel összevethető minőségű háromdimenziós fehérje szerkezeteket generáljon. Érdemes az itt is megemlíteni, hogy ezeknek a szerkezeteknek a minősége bizonyára nagyon jó egyes esetekben, amikor egyetlen doménről van, szóval amikor vízoltató fehérjéről. Kérdéses, ez bonyolultabb esetekben, amikor a domének egymással kölcsönhatnak, vagy például membránban lévő fehérjéket tekintünk. Mindenképpen ez egy lényeges áttörés a mesterséges intelligenciának egy bizonyított hozzájárulása a felfedező gyógyszerkutatáshoz, a fehérje szerkezeteknek a generálása. És ha van fehérje szerkezetünk, azt használjuk a következő lépésben, a kémiai kiindulópont keresésben, amikor is tehát keresünk egy molekulát, amelyik esetleg kismértékben is, de képes már kölcsönhatni a kijelölt célfehérjével. Ennek is különböző eljárásai vannak. Én most egyet választanék ki, amely a mesterséges intelligencia szempontjából jelentőséggel rendelkezik. Ez a kémiai kiindulópont keresés, ez nagyon gyakran nagyon nagy számú vegyület vizsgálatát jelenti, amikor megpróbáljuk megtalálni azt, hogy ezek közül melyik az, amelyik kölcsönhat a fehérjénkkel. És az egyik ilyen lehetőség az úgynevezett virtuális szűrés, amikor a fehérjét szerkezetét ismerjük, és azt csináljuk, hogy belepróbálunk sok-sok kis molekulát, és megnézzük, hogy melyik az, amelyik beleillik. És amelyik beleillik, az a néhány száz, néhány ezer, az az, amit kísérletileg is megvizsgálunk, ahelyett, hogy mint azt az 1-2 milliót, amit a komputerre megvizsgálunk, kéne kísérletileg tesztelnünk. Ez az eljárás jól működik, azért már fölmerült az, hogy jó lenne növelni a vizsgált vegyületek számát a néhány millióról, akár milliárdra. És ez az EMI segítségével lehetséges. És itt konkrétabban ez úgy történik, hogy ezzel a hagyományosnak nevezhető virtuális szűréssel, mint egy megtanítjuk a rendszerünket arra, hogy melyik molekula az, amik jól beleillik, melyik az, amik nem illik bele, és utána rendkívül gyorsan az EMI segítségével akár néhány milliárd vegyületre is el tudjuk ezt végezni. Miért akarjuk ennyi vegyületet elvégezni, ez nem magát értetődő. Ezt igyekszem itt alul megmutatni önöknek, hogy a kémiai tér, az előállítható vegyületek, elvileg előállítható vegyületek száma, amely gyógyszerszerű vegyületet jelent néhány tíz atommal, nem különösen egzotikus szerkezettel, ez becslések szerint 10-63-on, sajnos itt az index az rossz helyre került, tehát ez 10-63-on akar mutatni, tehát az a milliós nagyságrendű vegyület, amit vizsgálunk, az elenyésző ehhez képest, és igenis van értelme ezt a teret tágítani, és ebben nyújt segítséget a mesterséges intelligencia nyújtotta módszerek. A kémiai kiindulópont megkeresése után jön a következő lépés, az optimálás, ahol meglehetősen sok tulajdonságot szeretnénk egyszerre javítani. Itt néhányat felsoroltam ezek közül. Természetesen először is a fehérjével való kölcsönhatást igyekszünk javítani, minimalizálni a mellékhatásokat,
és számtalan egyéb tulajdonságot kell optimálnunk ahhoz, hogy ebből a molekulából gyógyszer jelölt lehessen. Ez tehát egy ilyen multiparaméteres optimálás, amelynek jó néhány eleme lényegben független a célfehérjétől, emből kifolyólag megvizsgálóan sok adat elérhető ezekre, hiszen nem az adott kémiai programhoz, vagy gyógyszeres programhoz kötődik, hanem általános adatok ezek. Tehát kézenfekvőnek látszik, nagyon köszönöm, az EMI alkalmazása ilyen esetekben. Hogy ez így van, azt itt illusztrálni szeretném azzal, hogy ilyen adatbázisok, szakértői rendszerek éppen ilyen optimálásra készültek hajdan. És a helyzetet illusztrálandó szeretném ezt az ábrát megmutatni. Ez elég régi ábra, ez még a 90-es években észlelték azt, hogy a felfedező kutatás során talált gyógyszerjelöltek, meg jelentős része azért nem válik gyógyszerré, mert a klinikai vizsgálatok során a farmakokinetikai tulajdonságaik nem megfelelőek. És erre válaszul a 90-es évektől több olyan vizsgálatot rendszeresítettek a korai preklinikai fázisban, tehát a felfedező kutatás fázisában, amelyek képesek arra bizonyos modelleken keresztül előre jelezzék a farmakokinetikát. Ennek az a következménye, hogy egyrészt nagy számú adattal rendelkezünk a 90-es évektől kezdődően és folytatólagosan olyan farmakokinetikát jellemző mennyiségek, kísérleti modellekből származó mennyiségekkel. Másrészt láthatóan ez egy eredményes megoldás, hiszen jelentősen sikerült 10 évvel később csökkenteni az ebből fakadó problémákat, bár ez még mindig nem elhanyagolható. Fölmerül a kérdés, hogy ezek az adatok, amelyek így módon generálódnak, milyen mértékben segíthetik a mesterséges intelligencia alkalmazását. A szokásos probléma, elég konzisztensek ezek. A tapasztalatom szerint mérsékelten azok, ezek időben az egyes cégeknél is változnak, különböző cégek különböző módon mérik. Abból fakadóan, hogy ezek többnyire gyógyszer cégeknél keletkeznek, a hozzáférésük is korlátozott. De a legnagyobb kérdés az inkább az, hogy ezek modellek, amelyek eredményei jó esetben előrejelzik a farmakokinetikát. De vajon mennyire megfelelőek erre, hogy az in vivo hatást előrejelezzék? És tényleg ez egy általánosabb probléma a felfedező kutatás során, hogy mi nem in vivo adatokkal, humán in vivo adatokkal dolgozunk, hanem különböző modellek segítségével, kísérleti modellek, és azoknak az adatait igyekszünk utána számítógéppel még reprodukálni, hogy a kísérleti modellek terhelését is csökkentsük. Itt mutatok néhány ilyen modellt, ezek a felfedező kutatásban használt in vitro modellek, és a hozzájuk tartozó in vivo mennyiségek, és egy megjegyzés a kettő kapcsolatáról, például az aktivitás célfehérjén, amit mi igyekszünk optimálni a felfedező kutatásban, amely jó esetben korrelál majd a hatékonysággal, de a farmakokinetika fogja ezt változtatni. Vagy a farmakokinetika, a fizikai kémiai tulajdonságok, amelyek sokfajta in vivo tulajdonságot befolyásolnak, mint az abszorpciót, metabolizmust és még sok mást is. Elég jó az összefüggés a kettő között, de épp az okozza a nehézséget, hogy itt néhány tulajdonság nagyon sok mindent befolyásol, ezért ez optimálása nem magától értetődő. Ugyanígy a farmakokinetikai modellek, amelyek az előző dián volt szó, sokfajta teszttel rendelkezők, mint a mikroszomális stabilitás, a cipgátlás, vagy a sejtvonalakon való áthaladás tesztjei, de ezek csak részben tükrözik azt a komplex választ, amit in vivo várunk. És így tovább. Tehát amit szeretnék itt most hangsúlyozni, hogy ezeknek a modelleknek a matematikai előrejelzése, akár a mesterséges intelligenciával való előrejelzése megoldható, sőt azt várjuk, hogy a mesterséges intelligencián alapuló módszerekkel ezek jelentősen javíthatók. Nagy kérdés azonban, hogy az előrejelzés hasznossága milyen. Tehát ezek a modellek elég relevánsak-e ahhoz, hogy ténylegesen a gyógyszerkutatást ezek előbbre vigyék. Hogy valami pozitívat is mutassak közben, itt néhány olyan klinikára került gyógyszerjelöltet láthatnak, amelyet a riporták szerint mesterséges intelligencia alkalmazásával fejlesztettek. Arra szerintem itt fölhívna a figyelmet, hogy ha itt megnézik, hogy melyik fázisban vannak, akkor ezek még mind viszonylag a klinika
kutatás elején, többnyire az első-második fázisban vannak, aminek a következő dia az majd jelentőséget. Itt hagymutassam újra ezt a már korábban mutatott folyamatábrát. Tehát mi a felfedező kutatásról beszéltünk eddig, amelynek a végén kiválasztunk egy gyógyszerjelöltet, amely el fog jutni a klinikára. A tapasztalat szerint ezeknek a vegyületeknek, amit itt kiválasztottunk, több mint a 90%-a nem érkezik meg odáig, hogy gyógyszer legyen. És különösen a fázis 2 vizsgálatban, ahol a hatékonyság derül ki, ott meglehetősen alacsony a sikerráta. És hogyha most ebből a szempontból megnézzük ezeket az ábrákat, itt jobb oldalon az évek függvényében látják, hogy milyen hány darab és milyen fázisú kutatási projektje van azoknak a cégeknek, amelyek a mesterséges intelligenciára alapulva dolgoznak. Látják, hogy nagy része zöld, ami azt jelenti, hogy ez a preklinikai fázisban van, még nem került klinikára, és pusztán néhány van itt, amelyik fázis 1 és fázis 2-ben van. Ezzel szemben a nagy gyógyszercégeknek a portfóliója eléggé máshogy fest, itt elég sokkal jobban kiegyensúlyozott, itt megjelennek a preklinikai fázis mellett a klinikai első, második és harmadik fázisban lévő molekulák. Amiből az a kérdés merül föl, jobb gyógyszerjelöltek az EMI-vel generáltak, mint a hagyományosan. Ezek alapján ezt most még nem tudjuk megválaszolni, hiszen éppen ez a második fázis az, amely talán döntő arra, hogy erre választ adhassunk. Ennek egyik oka az EMI módszerek fiatalsága. Pillanatnyilag azonban nem magától értetődő, hogy ezek a módszerek jobb gyógyszerjelölteket generáltak számunkra, mint hagyományosan, amiket kaptunk. És végül is összefoglalóul mindezt. Mint említettem a legelején, tehát az EMI eszközök, ezek jelen vannak régóta a gyógyszerkutatásban, a felfedező gyógyszerkutatásban. Ugyanakkor mostanra az EMI megjelenésével ezek szintet léptek, és az alkalmazásuk is szertágazóbb lett. Ezektől az eszközöktől azt várjuk, és ezt részben be is mutatták már, hogy képesek arra, hogy a különböző modellek, amiket használunk, ezeknek a végpontjait jól előrejelezzék. Tehát például fehérje szerkezetet tudunk előállítani, ligandum fehérje kölcsönhatásokat nagyon jó minőségben tudunk megbecsülni. Ahhoz azonban, hogy ezek az EMI alkalmazások valóban hatást gyakoroljanak a gyógyszerkutatást és az új gyógyszerek megjelenésére, ahhoz a legfontosabb szempont talán az, hogy azok a kísérleti modellek, amiket mi használunk, és amelyeket az EMI-vel utána tudunk prediktálni, azok relevánsak legyenek a végső cél szempontjából, tehát a gyógyszerré válás szempontjából, vagyis hogy ne pusztán ligandumokat, fehérjékhez való ligandumokat optimáljunk, hanem ténylegesen gyógyszereket optimáljunk. És ehhez kapcsolódik, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű adat elérhetősége szükséges, amely aspektus egyébként viszonylag kedvező a felfedező kutatásban, hogyha összehasonlítjuk a kutatás egyéb fázisaival. És köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen az előadást, amiben azért egyértelműen látszik egy nagyon pozitív iránya a mesterséges intelligencia használhatóságának, de az is, hogy minden lehetőséggel, ami felmerül, további újabb kérdések és problémák merülnek fel. Köszönöm szépen. Tovább lépünk egy további konkrét használata felé a mesterséges intelligenciának. Horváth Péter tart előadást, Élet a pixelek mögött, mesterséges intelligencia az egysejt és a rákutatásban. Horváth Péter vagyok, a Szegedi Biológiai Kutatóközpontnak a biokémiai igazgatója, és most az alsót talán érdemes megnézni, ez a Helmholtz Munich létrehozott most egy AI for Health intézetet, annak én most elvállaltam a stratégiai igazgató pozícióját, és nagyon érdekes, amit András mondott az előbb, hogy 90%-a emberi kreálmány volt. A múlt héten az egyik PhD hallgatóm tartott egy előadást, és megkérdezte, hogy hány AI tool-t használt vajon az előadásához. 11-et. 11 különböző AI tool-t, ami mély tanulóan alapul. És még szeretném diszklózolni azt, hogy én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia egy eszköz. Nagyon nagy hype-ja van, nagyon nagy magic
és talán egy Black Magic van körülötte, és a mi felelősségünk az, hogy ezt megfelelően kezeljük, és tényleg megfelelően. Igazából ennyi. Hogyha szeretném egy videóval kezdeni az előadásomat, ezt a videót, ezt 12 évet csináltam, és 384-es felplétekből 400 darab. Ez volt a világon az első SGRNS kiütéses teljes genomszintű screen, amit mikroszkóppal analizáltunk annó még az ETH-n, és arra voltunk kíváncsiak, hogy különböző baktériumok hogyan tudják megfertőzni a sejteket, hogyha egy-egy gén hiányzik. Most gondoljuk el, ez 2 millió kép, 2 millió videó, és körülbelül 2 milliárd darab sejtet kellett analizálnunk. Már itt bejön az, hogy elképesztően nagy adatmennyiség, amit mesterséges intelligenciával analizáltunk. És igazából az én csoportom az 4 különböző kutatási területen aktív, és egy olyan világba szeretném önöket most elvinni, hogy az egysejtek segítségével hogy tudunk valamilyen betegségekre reflektálni, illetve hogyan tudjuk digitálisan feldolgozni az egysejteket. Ehhez mi mikroszkópiát használunk, a mikroszkópiát azt mi egy képjavítással kezdjük, utána képeket szegmentálunk, megtaláljuk az egysejteket, őket mély tanulással vagy mesterséges intelligenciával fenotipizáljuk, meg mondjuk egy például egy daganatos, nem daganatos sejt, és utána a legújabb módszerénkkel már ki tudunk egy sejtet venni, akár egy emberi agyból, vagy ki tudunk venni egy szövetből, és utána azon például tudunk transzkriptomikát vagy proteomikát csinálni. És azt is szeretném diszkózolni, hogy én informatikus vagyok, úgyhogy minden, amit biológiában elrontok, az én hibám, de azért, mert nem tanultam biológiát. Hogyha látunk egy ilyen képet, akkor azt látjuk, hogy szerelmes párok, oszlopok, egy szép tenger, talán azt nem veszük észre, hogy a kép sarka sötétebb, mint a közepe. Hogyha csinálnánk egy intenzitás plotot rajta, akkor az derül ki, hogy 3-szor sötétebb a kép sarka, mint a közepe. Ezt ugye ilyet 1000-szer láttunk már, ez az összes kameráknak az effektusa, ha kiveszem a mobiltelefonomat, akkor ez előjön. Ezt úgy hívják, hogy vignettálás. Ez a mikroszkópiában is jelen van ez a probléma, és teljesen tönkre tudja tenni az analízisünket, például egy egérvese, élesztő sejtek, vagy daganatos sejtek, és látható, hogy a kép közepe ennyivel világosabb, mint a sarka, és látható, hogy az analízis mennyire például nem találja meg a sejteket. Első lépésként mi erre fejlesztettünk egy módszert, ezt az úgynevezett Cider nevű módszert, aminek a matematikájában nem fogok belemenni, de az alapötlet az, hogyha van végtelen sok képünk, azt mondjuk, bocsánat, hogyha a valóságot lefényképezzük, és a fénykép az átmegy egy optikai úton, és átmegy egy digitalizáláson, és ezen az optikai és digitalizálási úton a kép az összeszed mindenféle torzulásokat, zajt, ugyanezt az optikából fakadó nem folytonosságokat, és egy torzított képünk lesz. És azt mondtuk, hogy ha ebből lenne végtelen sok, akkor vissza tudnánk fordítani ezt a folyamatot, és erre kidolgoztuk a matematikát, és utána azt is kidolgoztuk, hogy a végtelen sok helyett akár véges sok is lehet, akár 10 képből is vissza tudunk menni, és ez a Cider, ez most jelen pillanatban még a világ legerősebb ilyen módszere, amivel ki tudjuk javítani a képeket, mindenféle mikroszkópián kipróbáltuk, és nagyon sokféle programozási nyelven lehet használni. Ha egyszer mikroszkópos képet analizálnak, akkor ezt vagy valami hasonlót használjanak. Egy picit el vannak csúszva a betűim. Ha kijavítottuk a képeket, akkor a következő az, hogy valahogy fel szeretnénk dolgozni azokat. Mert amikor mi egy képet dolgozunk fel, akkor tőlünk a biológus, patológus, onkológus az valamilyen számokat vár. És ezeket a képeket számokká kellene konvertálnunk. Most itt, amit látnak, ez egy influenza vírussal fertőzött sejtvonal, ahol arra voltunk kíváncsiak, hogy különböző gyógyszerek hogyan fogják meg az influenza behatolását a sejtbe. A zöld pöttyöcskék azok az influenza vírus tartalmazó részecskék. Általában mi mikroszkópiával dolgozunk, ahol különböző sejtalkotókat megfestünk, és általában azt csináljuk, hogy megtaláljuk a sejteket, a sejtalkotókat, és utána azokból valamilyen számokat generálunk. Például ez az influenzával fertőzött sejtvonal, itt ezt első lépésben kiszegmentáljuk. Megtaláltuk az összes képet, oké, ebből utána számokat kellene csinálni. A számokat azt úgy csináljuk, hogy megmérjük a morfológiáját a sejteknek, mennyire nagyok, mennyire elongáltak az intenzitásaikat, a textúrájukat, és gyakorlatilag egy képet átfordítunk egy mátrixszel. Ez már majdnem jó, ugye ezt már majdnem odaadhatjuk egy szakembernek, de azért 2 milliárd darab sejtnek 200 jellemzőjét videóban még nem szeretnénk odaadni, mert azt valószínűleg az Excel sem bírja el. Úgyhogy valamit még kell csinálni.
De gyakorlatilag kész vagyunk, és igazából a mi szakmánk az itt véget is érne. Szerencsére nekem, másoknak nem, a mikroszkópia az nagyon-nagyon bonyolult dolog. Vannak címke nélküli mikroszkópiák, sejtek egymás tetején nőnek, összeérnek, különböző morfológiájuk, és az én csoportom az igazából arra specializálódott, hogy ezeket a nagyon komplex dolgokat megpróbáljuk feldolgozni. És itt hoztam két példát, az egyik, remélem, hogy fog látszani, az egyik az, amikor a sejtek nagyon szeretnek egymás tetején nőni. Ez legfőképpen daganatos sejtek esetében szoktuk megfigyelni. Például itt látnak egy példát, amikor három egymásra nőtt, vagy itt kettő egymásra nőtt. És amit megfigyeltünk, hogy amikor egymásra nőnek, akkor az intenzitásuk az nagyobb lesz. Ez egyszerűen a mikroszkópiából adódik, a mikroszkópia egy integratív folyamat. Ha több fluoreszcens fehérje van, akkor nagyobb az intenzitás. És azt mondtuk, hogy oké, akkor ezt matematikailag meg lehetne fogni, csináljunk olyan módszereket, amik kör alakú vagy ellipszis alakú objektumokra mennek, hogyha átfednek, akkor pedig megengedjük, hogy a detekció is átfedjen, és így van egy sejtszintű felbontásunk. Ezt például tudjuk szöveteken is alkalmazni, például emlőtumor tissue microarray spotokon egy sejtek detektálására. Vagy egy másikat, amit hoztam még, amikor sejtek nem egymás tetejére nőnek, hanem összeérnek. Oké, akkor szerintem kifogyott az elem belőle. Nem biztos. Okay. Akkor azt figyeltük meg, hogy ez a görbület, ami a két sejt határán van, ez nagyon fölmegy. Ezt is matematikailag nagyon jól lehet kezelni. Azt mondtuk, hogy szedjük szét ott a sejteket, ahol nagy a görbület, és nincsenek ezek a nagy görbületű pontok egymástól túl messze. Csináltunk egy olyan úgynevezett energiaminimalizációs módszert, ami azt mondja, hogy menjek rá a kontúrokra, mert ott biztos, hogy sejtszél van, de olyan esetekben, ahol nincs semmi információ a képről, mint például itt, ott meg csináljunk egy olyan erőt, ami egyszerűen szétszaggatja ezeket. És akkor így akár simán az alakzatból is tudunk szegmentálni. És én körülbelül ezzel eltöltöttem 15 évet az életemből, hogy ilyen differenciál geometriai módszereket fejlesztettünk, és 2,5 vagy 3 éve jött egy verseny, ez az úgynevezett, most már több, ez az úgynevezett Kaggle Data Science-ból. Kaggle Data Science-ból egy évente megrendezett világbajnokság, ahol valamilyen adat feldolgozási probléma van, például biztonságtechnika, űrkutatás. 18-ban ez arról szólt, hogy különböző sejtmagokat kell, különböző képeken sejtmagokat kell detektálni, nyilván daganatkutatás inspirálta. Mi azt mondtuk, hogy ezzel foglalkozunk, ezt meg kell nyerni, ezt a versenyt. Ez a verseny az olyan marha nagy lett, hogy közel 4000 csapat indult, és mi nagyon lebőgtünk, ezredikek voltunk ezekkel a módszerekkel. Miért? Azért, mert ugye körülbelül 5 éve kezdett a deep learning terjedni, mindenki deep learninget használt. Hát akkor mi is elkezdtünk deep learninget használni, és akkor deep learninggel ez a úgynevezett Musk-Hertzian nevű módszerrel bejöttünk az 50. helyre. Egy nagyon fontos dolog, amit itt megjegyeznék, a deep learning elképesztően adatéhes. Nagyon sok adat kell ahhoz, hogy ezt az őrült sok paramétert be tudjuk rendesen konfigurálni. Nekem nincs a csoportomban csak mondjuk 5 biológus, nincsen 500, mint a Tesla-nak, akik annotálnak, vagy a Facebook-nak, akik annotálnak. Úgyhogy kicsit félkezőek voltunk, és akkor jött egy ötlet. Ezt úgy nevezik, hogy image style transfer learning. Van egy alapunk, van egy alapunk, van egy stílusunk, és meg tudjuk festeni azt a stílust az alappal. Voltak ilyen képek ma már. Vagy mondjuk lehet, hogy ezt már látták, egy német város, híres festők festményei, és minthogyha az a német várost azt a gép megfestette volna abban a stílusban. Ez most már teljesen általános módszertan, fölmegyünk a webre, és meg tudja csinálni. Azt gondoltuk, hogyha meg tudunk német városokat festeni, miért ne tudnánk azt megcsinálni, hogy van egy képünk, akkor én megpróbálok oda halucinálni sejteket, ahol nincsenek. Például ide, meg ide, meg ide. És elkezdtük a gépet arra tanítani, hogy valós képekből csináljon olyan fake képeket, ahol viszont mi pontosan tudjuk, hogy hol a sejt. És így tudunk tanítani. És gyakorlatilag csináltunk egy olyan mélytanulót, ami tanított egy másik mélytanulót, és hát ezen a versenyen mi szereztük meg a legmagasabb pontot a végén. És megszületett ez a Nuclizer nevű módszerünk, amivel jelenleg is state of the art minőségben tudunk sejteket detektálni. Most nemrég jött ki a Nature Methods, vagy 2 hónapja egy cikk róla. Oké. Például használtuk, ez nem tudom, ez a neurofilin van, ez mond-e valakinek valamit, ez az AC2 mellett a másik receptor a koronavírusnak,
ugye ahol bekött a koronavírus a sejtbe, abba a csapatba, aki felfedezte, abba benne voltunk, és pont ezt ilyen egy sejtmikroszkópiával csináltuk, úgyhogy ez egy egészen izgalmas sztori volt, most már nagyon magasan is idézett ez a cikk. Szóval volt influenzás képünk, csináltunk belőle számokat, csak csináltam egy kis detourt, hogy megmutassam, hogy milyen komplex problémák vannak. Innen hogyan tovább? És innen, amit csinálunk, az szerintem egy nagyon izgalmas dolog, megpróbáljuk a sejteket megtanítani a számítógépnek, hogy felismerje, és erre van egy projektünk, úgy hívjuk, hogy az Advanced Classifier Project, ahol minimális felhasználói interakcióval megpróbáljuk megtanulni a sejteket felismerni. Ez például gyakorlatban úgy történik, amit itt látnak, az egy vesődaganatos betegből származó primér sejtvonalon gyógyszerkezelés, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy ezen a sejtvonalon adott onkogyógyszerek milyen hatással vannak. Van egy úgynevezett KL67 nevű markerünk, ez a proliferációt mutató marker, zöld pöttyöket látunk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy vannak olyan gyógyszerek, amik nem ölik meg a sejteket, de a zöld pöttyök azok nincsenek ott, tehát hogy nem proliferálnak a sejtek, és elkezdjük tanítani. Ez zöld pöttyös, ez nem zöld pöttyös, ez valami más, és hogyha eleget klikkelgetünk, ez az eleget, ez egy nagyon, nagyon komplex matematikai kifejtést igényelne, akkor a gép meg tudja tanulni, felismerni ezeket a sejteket, és utána, hogyha letesztelünk n darab, mondjuk nekünk van 500 darab onkogyógyszerünk, amit a finn csoportomban tudunk használni, akkor azt meg tudjuk mondani, hogy azok különböző koncentrációban milyen hatással vannak az adott betegre. Ennek egy nagyon izgalmas alkalmazása, amin a Children's Hospital Zürichjel dolgozunk, gyerekkori akut leukémiáknak a kezelése, ahol az alapötlet az az, hogy veszünk csontvelői őssejtet, veszünk leukémiás sejteket, összeöntjük őket, és utána azt a körülbelül 30 féle onkogyógyszert, ami a gyakorlatban van a hematológiára, azt leteszteljük rajta, és megnézzük, hogy van-e olyan, ami a bone marrow-t, a csontvelői őssejteket nem bántja, viszont a leukémiás sejteket pusztítja. És a probléma az, hogy itt humán primér sejtekkel dolgozunk, nagyon nehéz velük dolgozni, itt nehéz például festeni őket. Ez egyetlen egy festéket tudtunk találni, ami viszont mindent fest, úgyhogy nekünk valahogy digitálisan szét kellett választani azt, hogyha megkínáltuk a gyógyszerrel ezeket a sejteket, akkor meg tudjuk számolni, hogy hány leukémiás maradt, és hány őssejt maradt, és ez egész komplex esetekben is mélytanuló módszerekkel működik, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk, már 350 betegnél vetettük be ezt a módszertant, ahol tényleg a gép mondta meg, hogy melyik az a legjobb gyógyszer, vagy melyik azok a legjobb gyógyszerek, amiket érdemes használni. És akkor az egy sejt, ugye eddig beszéltem arról, hogy tudunk mikroszkópozni sejteket, meg tudjuk találni rajta az egysejteket, meg tudjuk mondani, hogy az milyen típusú. Innen már csak egy nagyon pici lépés, egyébként nem nagyon pici lépés, egy nagyon nagy lépés, hogyha ki tudnánk szedni azt az egysejtet, és tudnánk omikát csinálni rajta, akkor minden együtt lenne. És kifejlesztettük ezt a Kami nevű módszert, aminek az ötlete az, hogy először megtaláljuk a sejteket, hogyha megtaláltuk őket, akkor megtanítjuk a gépet felismerni a különböző sejtípusokat, és utána akár egy ritka sejtípusra ki tudunk venni egyetlen egy sejtet, úgyhogy egy lézermikrodiszekciós mikroszkóppal például oda megyünk, kivágjuk, kivesztjük, és utána azt meg tudjuk szekvenálni. És 18-ban már bemutattuk, hogy ezen tudunk transzkriptomikát és genomikát csinálni. Amikor kihoztuk a cikket, akkor megkeresett minket Matthias Mantalán, ismerős a neve, ugye Európa legcitáltabb kutatója, protein guru, hogy talán összeállhatnánk úgy, hogy megcsináljuk ezt proteomikára is, és tavaly megcsináltuk a Deep Visual Proteomics nevű módszertant, ahol humán anyagból megtaláljuk az egysejteket, osztályozzuk őket, kiveszögetjük például különböző daganatos sejteket, proteomikához kötjük, mély proteomikához, és utána nem egy sejt proteomika, de most ott vagyunk, hogy 10 sejtből tudunk körülbelül 6000 darab proteint nézni. Ez most a top a világon, de nagyjából ez az, amit tudunk. Csak így, hogy gyakorlatban hogy működik. Itt például egy melanomás páciensnek a szövetén láthatják, hogy veszegetjük ki az egy sejteket, a gép oda megy, mesterséges intelligencián megtalálta a sejtet, eldöntötte, hogy milyen típusú, oda megy, kiveszi, és utána azt egy megfelelő tartóba berakja, és onnan utána megcsináljuk az omikát is rajta. És hát ugye nagyon büszkék voltunk, ez a címlapja is volt kicsit kevesebb, mint egy éve a Nature Biotech-nek. És
Volt egy olyan ötletem, hogy ezt mondjuk körülbelül 5 éven belül a gyógyászatba ki tudjuk hozni, és meg tudnánk-e csinálni azt, hogy akkor csinálunk egy centert, amit tényleg ezt megcsinálja, és van egy másik videóm, de szerintem arra nem lesz. Hát lehet, hogy lesz időm, akkor meg is mutatom. Lehet, hogy hangos lesz. Nem. Oké. És megálmodtam ezt a Single Cell Centert, amit sikerült Szegeden megcsinálnunk. Az ötlete a Single Cell Centernek az, hogy gyakorlatilag van egy patológiánk, ez nem egy hivatalos klinikai patológia, de praktikusan teljesen készen van rá, ahol elő tudunk készíteni egy szövetet arra, hogy utána azt egy sejtszinten feldolgozzuk, ami azt jelenti, hogy leszeleteljük, megfestjük, mindent egy teljesen digitális rendszer tart nyilván, páciens adatot, vonalkódot, hogyha egy festést rárakunk, akkor le kell csippantani a srácoknak a telefonnal, és így tovább. Utána a minták bemennek egy hatalmas mikroszkóp központba, a mikroszkóp központot majd azonnal fogják látni, gyakorlatilag napi 1000 vagy 1500 szlájdot le tudunk szkenelni egy sejt szinten, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy ilyen 10-20 terabájt adatot generálunk naponta. Ez az adat, ez amikor leszkenelődik, azonnal egy mély tanuló rendszerbe megy, ahol pici kis atomokra szedjük ezeket a képeket, csinálunk belőlük egy új lenyomatot, és egy olyan új lenyomatot csinálunk, gyakorlatilag mint a ChatGPT, ugyanúgy transformereket használunk, csak vision transformereket, ami kereshető. És azt mondhatom, hogy én egy ilyet szeretnék keresni 10 vagy 100 ezer páciensben, és most körülbelül 30 ezer páciensnyi adatunk van, amiben tudunk real-time keresni. Hogyha ez megvan, akkor pedig egy egysejtkivágó központba mennek a sejtek. Az egysejtkivágó központban van egy néhány ilyen lézermikrodisszekciós mikroszkópunk, ahol szedjük ki az egysejteket. És ugye azt mondtam, hogy ezt egy 5 éven belül szeretnénk a klinikára hozni. Az élet egy picit másképp volt, és egy ismerősünk rapid progression melanomával, ugye egy nagyon, nagyon nehezen kezelhető melanomadaganattal lett diagnosztizálva, és végső stádiumban volt, és azt mondtuk, hogy akkor ideje bevetni. És a páciensben találtunk 4 különböző tumorklont, amiből egy sejteket kivettünk. Az egy sejteket utána proteomikán átnyomtuk, és nagyon szerencsések voltunk, találtunk egy olyan alternatív terápiát, hogy 15 hónappal meg tudtuk hosszabbítani a páciens életét. Úgyhogy a tudomásunk szerint ez volt a világon az első egysejtszintű proteomika daganat kezelés, és tegnap fogadták el a cikket belőle, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Úgyhogy ez teljesen hivatalosan kint is van már az egész. És végül azt szeretném mondani, hogy amiért én 10 év tartózkodású külföld után visszajöttem Magyarországra, hogy volt egy lehetőségem, hogy akár agyban is tudnánk egy sejtet kiszedni. Ugye eddig kétdimenziós technikákról beszéltem, azok is piszok nehezek. Mi lenne, hogyha egy tűvel be tudnánk menni egy agyba, és kivennénk egy sejtet? Nem csináljuk meg emberi agyon, viszont meg tudjuk csinálni emberi agyszeleten. Azonnal operáció után Tamás Gábor csoportjával látunk ugye össze, és kifejlesztettük ezt az AutoPatcher nevű módszert. AutoPatcher azt csinálja, hogy emberi agyszövet csinál háromdimenziós képeket, mély tanuló megtalálja a sejteket, hogyha találtunk egy érdekes sejtet, oda megy. Ez az agy így néz ki a mikroszkóp alatt, natív vagy, mint a spagetti. Nagyon-nagyon nehéz benne bármit is látni. Megvan a sejt, N darab sejt, valamilyen szempontból kiválaszt a gép egyet, és oda tud kontrollálni egy pipettát úgy, hogy itt plusz-minusz egy mikron pontossággal egy teljesen plastikus trutyiban, már bocsánat, egy teljesen plastikus dologban mászkálunk. És amit most látnak, ez real time, és a mesterséges intelligencia kiválasztotta a sejtet, oda kontrollálta a pipettát, rácsatlakozik a sejtre, és látható a bal oldalon, hogy elkezdi az elektrofiziológiás measurementet. Úgyhogy itt 6 motort kontrollálunk egyszerre úgy, hogy egy real-time kamera követi, hogy nem mozdult el a sejt, nem nyomtuk el, és amikor rajta vagyunk, most eljutottunk oda, hogy 4 darab pipettát tudunk 4 sejtre rárakni, úgyhogy sejt-sejt kommunikációt tudunk mérni. És ezzel én be is szeretném fejezni az előadásomat. Még amit szerettem volna mondani, hogy az egysejt mesterséges intelligencia elképesztően nagy segítség volt nekünk a COVID alatt. Mi része vagyunk ennek az úgynevezett Human Cell Atlas nevű konzorciumnak, ez a világ legnagyobb természettudományi konzorcium, most 6000 kutató van benne, és a lényeg az, hogy próbáljuk meg megismerni az emberi szervezetet, sejt szinten leírni a sejt funkcionalitást, és ugye nagyon-nagyon sok sejt különböző típusú le volt szekvenálva,
azonnal ugrott rá a konzorcium, és már a legelején kijött a talán legfontosabb cikk, az, hogy az AC2 a Human Airways epitéliában van kifejezve. Gyakorlatilag ez az oka azért, hogy nose covering mask, hogy az orrot takaró maszk kell, mert az orrüregben a legegyszerűbb felszedni a koronavírust, ott van a legjobban kifejezve az úgynevezett orrüregi sejtekben, ha jól tudom, a koronavírusnak a receptora. Írtunk egy pár review-t is, hogyha valakit érdekelne, screeningről, adatelemzésről, fenotipizálásról, háromdimenzióról és szegmentálásról, és ezzel szeretném megköszönni a finn csoportomnak, amit most lezártam és átvittem Münchenbe, a magyar csoportomnak, illetve azoknak, akik pénzt adtak a kutatásra, és köszönöm szépen a figyelmet. Hát egészen lenyűgöző, hogy lehet a mesterséges intelligenciával sejtszinten, akár egyetlen sejtből a maximális információt kinyerni. Köszönjük szépen az előadást. És most egy nagyot ugrunk az egy sejttől egy egész rendszerig. Az egészségügyben a mesterséges intelligencia felhasználásának bizonyos aspektusairól fog beszélni Szócska Miklós. Adatvezérelt evolúció és mesterséges intelligencia az egészségügyben címmel. Tisztelt elnök asszony, megköszönve a megtisztelő meghívást, szeretettel köszöntöm a kedves jelenlevőket, és elnézést a hangom, magyarázatra szorul ez az, amikor egy 63 éves öreg ember a balatoni napsütésben rövid trikóban elmegy 5 kilométert futni, és utána még vesz 3 kiflit a közérben úgy izzadtan, úgyhogy ez ennek a következménye. Mielőtt belevágnék, muszáj egy rövid utalást tennem arra, hogy miért is lettem én adatfetisista. És amit itt látnak a kedves kollégák, itt ez az onkológiai betegutak Magyarországon, azt kell látni rajta, hogy nagyon töredezettek voltak, és ha az ember valami onkológiai diagnózist kapott, akkor rohangált szerteszen az országban, és nem biztos, hogy a megfelelő helyen látták el diagnosztikai és terápiás modalitásokkal, és amikor centralizáltuk többek között ennek alapján az onkológiai betegutakat, akkor másfél év alatt 40%-kal megnőtt például a májmetasztázis műtéteknek a száma. És ez nem használtunk semmiféle nagy felbontású adatot, a beteg irányító számát, az ellátás helyét, az ellátáshoz kapcsolódó finanszírozási információkat és az onkológiai intézetnek a meglátásait a hiányzó statisztikai számokról. Tehát ahhoz, hogy életet mentsünk, nem kell nekünk feltétlenül nagy felbontású adattal rendelkeznünk. Ez a másik, ez pedig a kórházi adósságállománynak az ábrája. Itt ugye azt van értelme látni, hogy ezek a sárga foltok, amik a beszállítók, hogy mennyire koncentráltak, tehát tulajdonképpen mielőtt államiak lettek a kórházak, azelőtt egy ilyen monopólium beszállítói piac alakult ki, tehát onnantól kezdve nem táblázatban néztük az adóssági adatokat, precíziósan tudtunk tárgyalni a kórházakkal, vagy pedig országosan egységes közbeszerzést tudtunk indítani, tehát viszonylag gyorsan megtapasztaltuk azt, hogy egyszerű adatokkal közpénzt lehet megtakarítani, és életet lehet menteni nagy számban. Én az evolúciót itt nem természettudományos értelemben, hanem metaforaként használom. Tehát igazából az most zajlik, hogy az egyes európai országokban, a világ országaiban mire lesz képes az adatvezérelt egészségügyi rendszer. Németország, ahol ugye az egyetlen legális útja a betegadat továbbításának a faxgép, ugye Gestapo stázi alapon egy nagyon komoly adatvédelem fetisizmus figyelhető meg, és mindig lesz egy olyan aktivista, aki meg fogja akadályozni azt a szintű adatfúziót, ami például Magyarországban az EST-ben megfigyelhető. Tehát ott valahol ők valami olyan egyetfejlődésen mennek át, ami valami féregszerű életformát enged meg, bármennyire is a digitalizírunk ezt, tehát a digitális egészségi szabályozásuk jó, de nincs mögötte adat, nincs mögötte beteg életút adat, tehát igazából egy gyönyörű váz kinn az asztalon.
De az is, hogyha ne adj Isten madár lesz belőle, akkor mire lesz képes? Tehát a jogrendszerünk, a tapasztalatunk, a tapasztalatokból való tanulásunk is most dönti el, hogy mire leszünk képesek használni azt az adottságot, például ami az EST-ben van. Amit az egyik, amiről szól az előadásom, hogy ami gyönyörű paripánkat, az EST-t, ezt nem kéne egy ipari csacsival keresztezni, mert abból nekünk nem sok hasznunk lesz. Tehát, hogyha az adatunkat átadjuk, megengedjük elvinni, abból nem lesz egy olyan adatvezérelt rendszer, ami igazából szolgálni fogja, szuverén módon szolgálni fogja azt, amit mi képesek lennénk kihozni. Ugye Kolumbusz éppen egy csengettyűn vesz kontinenst, és a kardjával mutatja, hogy térdre Indián, és ez naponta zajlik le a magyar egészségügyben. Tehát amikor kapok egy csengettyűt, legyen az egy MR-gép, és azt mondja nekem az ipari szereplő, hogy igen, tanítsd ezt az algoritmust, ami benne van, 2 évig ingyen használhatod ezt a csodálatos játékszert, utána elviszi, és utána licenszdíjként vásárolhatom vissza. A később használt patológiai példánál ott olyanok az arányok, hogy míg a NEAC 2800 forintot fizet egy diagnózisért, egy szövettani mesterséges intelligencia diagnosztikai díja egy metszetnek 10 euró. Tehát egy olyan szintű kiszolgáltatottságba, fenntartatatlan adatrabszolgaságba kerülünk, ahol az ő algoritmus a tanul, egyre okosabb lesz, és én egyre többet fizetek érte. Úgyhogy a számos ilyen eset, ugye korábbi előadásokban, Falus András előadásában ott voltak ezek a nagy szereplők. Ugye a Amazon egészségügyi szolgáltatásokat nyújt, igen, a viselhető eszközökkel olyan nagy felbontású adatok keletkeznek az adatcégeknél, aminél már predikciót tud alkalmazni az én egészségügyi kimeneteimmel kapcsolatban. Tehát olyan digitális ellátási modelleket tud nekem előfizetési alapon ajánlani, amivel engem, ha még a genomikai adataimat is megosztom vele, gyarmatosít, és egy marketing alanyjá tesz engem. Tehát igazából ezekkel az adatvezérelt egészségügyi fejleményekkel arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi jó helyzetben vagyunk azzal, hogy megküzdjünk ezzel, és kontrollálni tudjuk ezt a technológiát, ugyanakkor, hogyha nem tesszük meg, akkor a szolidaritási kockázatközösségi rendszerünk is összeomolhat. Ez európai szinten igaz. Ez egy fordulópont, elnézést, hogy egy selfivel traktálom önöket, de ezt azért csináltam, mert ez az ESZT uniós elnökség alatt történt. Az észtek megcsinálták az összes egészségügyi miniszterrel, hogy a szabadítsd fel az adatot nevű wifi hálózatra kellett bejelentkezniük, és az 5. szabadság jelszót kellett beleírnunk, és ez volt az a pont, amikor a német egészségügyi miniszter először egy nagyon hosszú birkózás után azt mondta, hogy igen, az adatok titkosítása megoldható, a másodlagos adathasználat szabályozva van, tehát lehet csinálni. Tehát ez egy évtizedes küzdelem volt a németekkel és a franciákkal, ami ott 2017-nek a nyarán megtörtént. Most azokkal az ELTE komplex rendszerek fizikai csapattal, Csaba István, Polnár Péter, Vattai professzor, velük kezdtünk el inspiráló beszélgetéseket. Ez volt az első, 2018-ban hozták be hozzánk ezt az algoritmust. Sribli Dezső csinálta, PhD hallgatóként megverte a Harvardi és MIT-s diákokat. Paf, ennyi idő alatt mondja meg egy emlőszűrő képről az algoritmus, hogy hol van a rossz indulatú elváltozás. Na most már 1-2 hónapra vagyunk attól, hogy ezt lefuttassuk egy emlőszűrő állomás képarchiváló rendszerén, de be kell vallanunk, hogy ez éveket késett. Ugye azt mondjuk, megmagyarázhatatlan technológia, de amennyiben fals negatív képeket tudok találni egy képarchiváló rendszerben, akkor kénytelen vagyok betegbiztonsági szempontokból etikailag bevetni. Tehát 2018-ban be tudtuk volna vetni, nem megyek bele a részletekbe, hogy miért nem sikerült. Karakterisztikus magyar történet, és a Semmelweis szindrómámnak, hogy használna az adatot, mert meg tud menteni, nem tett jót az a tapasztalat, amin keresztül mentem ezekkel a próbálkozásokkal. Itt röviden, ez a folyamat ábra, ez tulajdonképpen a vastagbél szűrésnek a folyamatát mutatja be, a piros számra figyeljenek a jobb felső sarokban.
A patológusaink 65,6%-a 55 év fölötti. Tehát hogyha mondjuk a patológiában nem teszek valamit azért, hogy automatizáljam a tudásukat, akkor rövid időn belül nem leszek képes arra, hogy a műtéti programot diagnosztikai döntéstámogatással lássák el a patológusaink. És a vastagbél szűréssel 10,000 nagyságú minta keletkezik évente. Itt is megint, itt ez egy 2012-ből származó ábra, ahol a férfi közalkalmazott patológusok átlag életkora 58 év, a nőké 54, akkor az átlag életkor 60 év volt. Tehát megyünk előre ebben a szakmai demográfiai katasztrófában. Ha most amit itt látnak, az már az adattudósaink és patológusaink, a Kis András, Saf, Zsuzsa féle, itt kell megemlékeznem professzorasszonyról, patológiával dolgozunk együtt. Itt egy olyan jelölő felületet látnak, ahol ahol a digitalizált szövettani metszetnek a mintáján azokat a bal felső sarokban látható diagnosztikai kategóriákat jelöli be a patológus, amit a vastagbél rák szűrésnél látni kell a szövettani metszeten. Ha 2000 ilyen képet megmutatok neki, és akkor gyorsan levetíteném ezt a filmet, ami végigmutatja ezt a folyamatot, hogy igazából itt most egy, és azért kezdtünk el egy népegészségügyi fontosságú betegséggel foglalkozni, mert ennek a szűrőprogramja, ez 10,000 új esetet találna, 5,000 ember életét tudná megmenteni. Ugye, ha vért találunk a széklet mintában, akkor kolonoszkóppal megkeresik azt a vérző polipot, azt a patológiai munkafolyamat során feldolgozzák, és a hagyományos folyamatban egy patológus egy mikroszkóp alatt megnézi, és kockázatos füzetbe leírja, vagy a gépbe begéperi a diagnózisát. Na most igazából, amikor már digitális mintám van, akkor én mesterséges intelligenciával tudom gyorsítani ezt a folyamatot, és több képet tudok átnézetni vele, de ehhez nekem jelölnöm kell, amelyeknek a folyamatát az előbb megmutattam, majd validálni kell, és aztán egy felügyelt tanulás mentén 2000 képen tanítottuk mi ezt az algoritmust, és amikor megfelelően működött, akkor elkezdtük azt csinálni, hogy elkezdtük bekötni a vidéki patológiákat. Na most jelenleg 6 intézményben 8 patológia, Miskolc és a Semmelweis-ről 2-2 patológia vesz részt az országos projektben, tehát rendszerképességgé kívánjuk tenni ezt a diagnosztikai modalitást, és nem csak egy algoritmusra alkalmazhatóvá kívánjuk tenni, úgyhogy a belügyminiszter által felügyelt pilotban ezzel a 8 patológiával mi olyan kapcsolatban vagyunk, hogy feldolgozzák a metszetet este 8-kor a 3D hiszteszkennerben, amit Horváth Péterék is használnak a videón látva. A feltölt megnyomja a gombot, feltölti hozzánk a leleteket, és reggel 8-kor ott találja a választ. Na most igen, ezt a folyamatot láttuk tulajdonképpen, láthattuk volna itt egy másik videón, de ugye, ha belép a patológus kollega, akkor egyrészt lát egy vezérlő felületet, tehát miután ő megkapta az e-mailt, azután be tud lépni ennek a metszetkezelő felületnek a honlapjára, mondjuk így, mi látjuk az egyes patológiák teljesítményét, tehát közben kialakul egy szakmai vezérlő felület is, ezt csak zárójelben jegyzem meg, tehát az egészségügy szervezésének is egy magasabb szintjét tudjuk ellátni, és itt meg tudja nézni a saját metszeteit, nagyon aprók a számok, de ez az eredeti screenshot, és itt ki tudja választani azt, hogy a 4 diagnosztikai kategóriát küldünk nekik vissza, ezek közül ki tudja választani a legmagasabb valószínűségű rosszindulatú daganatos metszetet, és előre tudja venni, és már van olyan magyar állampolgár, akit az alapján műtöttek meg gyorsabban, mert a válasz azt mutatta, hogy igen, ez nagy valószínűségi daganat, és nem várták meg akár a heteket igénybe vevő diagnosztikai folyamatnak a végén, hogy kiessen valami a folyamatból, hanem már az adatbázisból adták vissza a beteget a helyes onkológiai beteg útjára. A patológus meg tudja nézni, tehát igazából ellenőrizni tudja, nem a patológus helyett dolgozik, munkát segíti, gyorsítja. Vissza tudja nézni, hogy
mi az a szövettani minta, vagy szövettani mintázat, ami alapján ezt a diagnosztikai döntéstámogatást hozta az algoritmus, tehát ő célzottabban tudja ellenőrizni, és azt is tudja ellenőrizni, hogy jól dolgozik-e, és jelenleg éppen visszajelzik számunkra a pilotban, hogy mennyire dolgozott jól az algoritmus, úgyhogy lesz egy következő verziója, következő verziója, következő verziója. Itt ezeknek az ismétlését látjuk. Tehát mi összeraktunk egy gyártósort, tehát nem egy algoritmust fejlesztettünk, hanem tudjuk, hogy kell digitalizálni, mint tehát hol van a minta, hogy néz ki az annotációs módszert, annak a meghatározása, hogyan zajlik ez, hogyan felügyeljük a tanítást, és hogyan hagyjuk jóvá. Tehát igazából, és itt ez nagyon fontos, a rutin patológia 75%-át 8 szerv, vagy szervrendszer egyenként 3 diagnózisának, egyenként 3 festési módszere teszi ki. Ez 72 algoritmus. Ezt 5 adattimmel, 5-7 milliárd forintból 2-3 év alatt meg lehet csinálni. Tehát most ott állunk, hogy ezt még meg tudjuk csinálni, 10 év múlva nem biztos, hogy ott 10 év múlva ott fogunk állni, ezt meg kell vásároljuk. A transzláljuk is a technológiát, ez ugye a határállomási röntgenkészüléket látják itt, de ott pedig már nem azon, hogy felügyelt tanulással végezzük, hanem a határállomási röntgenkép, csempész cigarettát kereső röntgengép, és a jegyzőkönyv, a talált történések jegyzőkönyvéből egy heterogén adatforrásból tanítjuk, és ugyanezt a heterogén adatforrásból történő tanítást használjuk a CTG képek, vagy CTG görbék, és a CTG görbéhez tartozó klinikai adatok fúziójából. És most van előkészítés alatt egy nagyországos regisztercsoport és egy nagy felbontású molekuláris adatbázis fúziója azokkal az országos betegadatokkal, amiket a COVID alatt mi egy COVID adattóba gyűjtöttünk. Tehát megyünk tovább, hogy egy nagy felbontású adattal támogatott betegút elemzés irányába is lépni tudjunk. Ez a 17 ezeres szám, bocsánat, az annyit, 17 ezer CTG, klinikai adattal társított CTG képünk van jelenleg, ezt a Rényi Intézet kollégái dolgozzák fel. Most akkor lépjünk át az adatok világába, a képek világába. Ugye bárhova járunk az egészségügyben, ott hagyunk lábnyomokat a házi orvosnál, a járóbetegellátásban, kórházban, a vizsgálóeszközben, ne adj Isten az otthoni eszközeinknél, diabetesben a folyamatos szöveti vércukormérés önti az adatot, tehát abból már a krónikus állapot egyensúlyának, olyan felborulásának olyan predikciójára lennék képes, ami egy digitálisan támogatott betegút modellnek a kialakítását teszi lehetővé. Tehát az egészségügy szervezése, azon belül a munkamegosztás szervezése megváltozik ennek következményeként. De igen ám, de hogyha mi ezeket az adatokat, és itt a STAK is, és a Rényi is kollégák két-két munkacsoportban dolgoznak azon, hogy vajon azokból a digitális lábnyomokból kiszűrhető az anomália, vagy mit kell nekem ahhoz tennem, hogy a beteg ezt az utolsó lépést, diabetesben egy láblevágást, a látás elvesztését, egyéb szövődményt, mit kell nekem tennem máshogy ahhoz, hogy ezt az utolsó lépést elkerülje a beteg. És egy legegyszerűbb példát hadd mutassam, ugye jelenleg a beteg, az adat útvonalok azok jönnek az intézményekből, és megy vissza a finanszírozás. De igazából ebből azt már láttuk COVID idején, hogy a 4 nagy kockázat, krónikus obstruktív tüdőbetegség, diabetes, szívérendszeri vagy magas vérnyomás hány állampolgárnál van. És azt láttuk például ott középen látjuk, hogy 3648 polgártársunk mind a 4-től szenvedett. És azt is tudjuk, hogy melyik házi orvosnál van. És azt is tudjuk egyébként, hogy ők melyik oltásvariációt kaptak, és mennyi ideig éltek utána, vagy hospitalizációra kerültek-e. És ez két külön algoritmus, amit én rá tudok ültetni a jelenlegi adatbázisomra, és hogyha én ezt az adatot visszacsatolom, amikor bejön a házi orvoshoz a betege, akkor tudja, hogy ebben a komorbiditási együttállásban melyik oltáskombináció a legeredményesebb. Tehát én már előre tudok menni, és az adat kezdi vezérelni az egészséget. Úgyhogy mi azon dolgozunk, hogy minden lehetséges adatot fuzionáljunk, az időm lejárt ezek szerint. Predikcióra, döntéstámogatásra, vezetői információra kívánjuk használni. A betegutaknak az értelmezése,
teljesen más, hogyha például telekommunikációs adatokra gyógyítom rá az algoritmust, és még két utolsó mondatot hadd tegyek. Az egyik az, hogy ugye csináltunk mi egy mesterséges intelligencia radart, látjuk, hogy mondjuk a GE Siemens éppen hol tart, néhány tucat algoritmussal rendelkeznek, tehát még nem futottak el úgy ebben a maratoni futásban, hogy ne érnénk utol őket. És azt kell látnunk, hogy mivel nálunk, bár kezdenek lekörözni a digitális minták elérhetőségében, az analitikai fineszben is sokan előttünk járnak, hogy nem tudjuk Magyarországon tartani azt a sok-sok embert, aki ezen tudna minket tovább vinni, de nálunk 100%-os kimenetelek vannak az adatbázisunkban, és rendszerképességi szinten tudjuk megközelíteni ezt a kérdést. Tehát nekünk még mindig van versenyelőnyünk, csak időben ki kéne használnunk. Azt köszönöm szépen a figyelmet. Újabb terület, hogy a beteg adatok felhasználása mennyire sokat segíthet betegség megelőzésben, korai diagnózisban, ami persze felveti azt a kérdést, amit majd a délutáni szekcióban fogunk hallani, hogy adatvédelem, etikai kérdések, tehát ez is egy bonyolultabb világ, mint első látásra látszik. És most kilépünk egy egész más világba, a más perspektívából fogjuk látni a mesterséges intelligencia használhatóságát. Barta Zoltán az előadónk, aki a mély tanulás lehetséges természetvédelmi alkalmazásairól beszél. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hallgatóság. Sajnos én sem tudok nagyon optimistán kezdeni. Ebbe a körbe talán nem kell túl hangsúlyozni azt, hogy jelenleg is egy úgynevezett hatodik tömeges kihalási hullám közepén vagyunk. Ennek a legfőbb problémája... A legfőbb okozója a túlnépesedés, a globalizáció és a klímaváltozás, ez mind-mind az élőhelyek eltűnéséhez, fragmentációhoz, invazív fajok megjelenéséhez vezet. Ahhoz, hogy ez ellen valamit tenni tudjunk, ahhoz adatok kellenek. Tehát megint csak előjönnek az adatok. Csak kurens, rögtön rendelkezésre álló adatokkal tudunk valamit változtatni ezeknek a folyamatoknak, vagy legalább tompítani ezeknek a folyamatoknak az élét. Adatot gyűjteni azonban nehéz. A klasszikus ökológiai természetvédelmi felmérések azok általában kis területekről, munkaigényesen, magasan képzett szakértők által történnek, ezért nagyon kicsi a hatékonyságuk. Ezekre nem lehet támaszkodni, nem tudunk nagy mennyiségű, nagy globális adathalmazokat összeállítani, nem tudunk nagy globális előrejelzéseket tenni, hogy hol lehet segíteni, hol nem lehet segíteni. Új adatgyűjtési technikák azok talán segíthetnek ezzel a problémával. Az utóbbi évtizedekben rengeteg új modern technika jelent meg. Kameracsapdákat egyre gyakrabban a digitalizáció révén nagy mennyiségben viszonylag olcsón ki lehet helyezni. Automata hangrögzítő berendezések jelentek meg, amelyek akár távoli környezetben is működhetnek. Drónok felhasználása egyre kiterjedtebb. Nagyon fontos a műholdképeknek a rendelkezésre állása. Ingyenes rendelkezésre állása, tehát ezek szabadon letölthetők mostanában. Közösségi tudomány egyre nagyobb hagyományra tesz szert a világban, rengeteg adatot tudnak szolgáltatni, és nem mellesleg a szociális médiában megjelenő felvételek, hozzászólások szintén fontos adatforrás jelenthetnek a biológiában, a ökológiában és a természetvédelemben. Ezekkel azonban számos probléma van, ugyanis hatalmas adatmennyiségeket generálnak egy-egy kameracsapda egy éves működése az terabájtos mennyiségű adatot generál. Szociális média megint egy másik példa erre. És ezeket fel kell dolgozni ahhoz, hogy értelmes adatokhoz juthassunk. Itt például néhány kameracsapda felvétel látszik. Itt van egy maci, itt nincs egy maci, a kettő között nem sok különbség van. Itt van egy farkas, nincs farkas.
megint csak van farkas, nincs farkas. Jó? Tehát ahhoz, hogy kinyerjük ezekből az adattömegekből a releváns adatokat, ezeket fel kell dolgozni. Ez manapság, vagy legalábbis a közelmúltig, ez emberi erőforrásoknak a felhasználásával, diákok, citizen science, tehát tehát laikusok segítségével történt, de úgy tűnik, hogy a mély tanulás itt is egy segítséget jelenthet ezeknek az adatoknak a processzálásában. Néhány dolog csak mély tanulás, az nagy rész már elhangzott. Egy dolgot emelnék ki, pontosabban kettőt, hogy a mély tanulás az egy nagyon demokratikus területe a számítástechnikának per pillanat, és ez főleg annak köszönhető, hogy tehát nagyon jó minőségű, szabadon hozzáférhető platformok vannak, a TensorFlow és a PyTorch, amit említenék, amelyek lehetővé teszik, hogy mély tanuló modelleket viszonylag kis erőforrással egyszerűen fejlesztessünk. Tehát emiatt sok lehetőségünk van. Néhány sikersztori, ahol a mély tanulást használják a természetvédelemben, ökológiában. Az egyik az úgynevezett WildMe platform, amit Amerikába kezdtek el fejleszteni a Microsoft támogatásával főleg. Ez azt csinálja, hogy a digitális médiát, illetve a rendelkezésre álló különböző adatbázisokat állandóan screeneli, állandóan végignézi, és ha ott állatfotókat talál, akkor azokat megpróbálja egyedileg azonosítani. Tehát ez főleg azokra az állatokra, állatfajokra működik, ahol a fajok feltűnő egyedi mintázattal rendelkeznek, vagy pedig egyedi körvonallal rendelkeznek. Tehát ma már ott tartunk, hogyha valaki csinál egy fényképet egy bálnáról, egy bálna megfigyelés alkalmával, akkor az nagy valószínűséggel az fel lesz ismerve és bekerül egy adatbázisba, hogy ez Jóska bálna volt, itt fordult elő ebben az időpontban. Tehát ez egy nagyon megkönnyíti ezeknek az adatoknak a nyilvántartását és feldolgozását. Egy másik ilyen megint csak jó alkalmazás a Wildlife Insight, ami kameracsapda felvételeknek a feldolgozására specializálódott. Itt látszik, hogy a világban nagyon sok helyen alkalmazzák, Európában még viszonylag kevéssé elterjedt. Itt megint az történik, hogy nem kell a kameracsapda felvételeket egyenként végignézni és kiszűrni az üres felvételeket, a hamis felvételeket, illetve azonosítani, meghatározni az állatokat, amin van, hanem feltöltjük a felvételeket, videókat erre a platformra, és az automatikusan viszonylag nagy pontossággal meghatározza számunkra, hogy milyen fajt láttunk. Egy másik, ami a műhold felvételeknek az alkalmazási lehetőségét mutatja, sikerült egy algoritmus megtanítani, hogy egy nagy felbontású, egy egyméteres felbontású műhold felvételen elefántokat azonosítson az afrikai szavannánkon. Az elefánt az egyik leginkább veszélyeztetett nagy emlős manapság, ez jelentősen hozzájárulhat a védelmükhöz. Maga az algoritmus az emberrel összemérhető pontossággal dolgozott, viszont töredéke, tehát a felhasznált erőforrások azok töredéke, mint hogyha emberekkel azonosították volna az elefántokat. Mindenki által használható eljárások is vannak, amik nem centralizáltak, mert ugye a WildMe meg a Wildlife Insight az egy centralizált adatbázison alapul. A Megadetektor az egy fejlesztett pipeline, amit bárki telepített otthon a számítógépére, hogyha van egy viszonylag erősebb videókártyája, és ez lehetővé teszi azt, nagyon nagy mennyiségű adaton van tanítva ez a Megadetektor deep learning algoritmus, lehetővé teszi azt, hogy az állatokat felismerjük a különböző képeken. De nem is ez az egyik legnagyobb előnye, hanem az, hogy az üres képek kiszűrését megkönnyíti, ugyanis az üres képek azok általában 70-75%-át adják a kameracsapda felvételeknek, tehát hogyha már ezeket eltávolítottuk, akkor már sokkal gyorsabban meg tudjuk határozni, hogy milyen állatokat látott a kameracsapdánk. Nem mellékes az sem, hogyha már csak az állatokat tartalmazó képekkel kell dolgoznunk, akkor a saját területünkre jellemző fajokat is sokkal könnyebben fel tudjuk tanítani az algoritmussal. Nincsen rózsa tövis nélkül, tehát azért vannak problémák, tehát nem egy szent grál a deep learning sem a természetvédelemben.
Ami az egyik legfontosabb probléma, hogy magas az erőforrás igénye, mint hardware, szoftver, illetve sajnos azt kell látnunk, hogy programozók ezekhez a munkákhoz kellenek, hogy a különböző szoftver elemeket össze tudják csiszolni. Szó volt róla, hogy a deep learningnek az alkalmazása az adatigényes. Tehát nem lehet, vagy nagyon nehéz néhány száz adatból kiindulni, több ezer, de inkább több millió adatot használnak az igazán hatékony képfelismerésű problémákhoz. Nem általánosítható, ez megint egy nagy probléma. Tehát például egy nappali képeken tanított kameracsapdal felismerő eljárás nem tudok használni az éjszaka folyamán, de már az is problémát jelent, hogy az Észak-Amerikában tanított képfelismerő eljárást Európában használjam. Tehát annyira figyelembe veszi a kép minden részletét, nem csak a fajra koncentrál, hogy nagyon nehéz általánosítható eljárást csinálni. Vannak kísérletek, amelyek egy ilyen iteratív tréninget alkalmazva megpróbálják ezt segíteni, de azok még nem teljesen működnek. És szintén fontos, erről is volt szó, black box-szal dolgozunk, még különösen ezen a szinten, ami számos etikai problémát vet fel. Sokszor, ha ezek a deep learning által generált adatokat használjuk fel, például természetvédelmi területeknek a kijelölésére, az számos embernek a megélhetését, életét befolyásolhatja. Azért itt el kell gondolkozni, hogy mennyire támaszkodhatunk csak erre. Továbbá szigorúan veszélyeztetett fajoknak a megvédése, megint csak támaszkodhatunk csak egy olyan algoritmusnak az eredményeire, amelynek a működését nem teljesen ismerjük. Ezeket mind-mind még figyelnünk kell. Jó, és hogyha már mesterséges intelligencia, akkor megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy mit gondol erről, hogy milyen lehetőségei vannak a mesterséges intelligenciának a természetvédelemben, és ő persze nagyon optimista, azt mondja, hogy számos kiváló lehetőség lesz arra, hogy ezt használni tudjuk. Ezzel egyet kell értenünk, azt hiszem. Néhány szó arról, hogy mit csinálunk mi. Debreceni Egyetemen mi faji elterjedési modelleket próbálunk prediktálni. A faji elterjedési modellek azok nagyon nagy szereppel bírnak a természetvédelmi kezeléseknek az értékelésében, természetvédelmi területeknek a kijelölésében, és manapság egyre inkább az invazív fajok elleni védekezésnek is a központi elemét alkotják. Ezek a modellek tulajdonképpen előfordulási adatokból állnak össze, tehát egy fajnak az előfordulási lokációit ismerjük, ehhez hozzáteszünk környezeti adatokat, hőmérséklet, csapadék, vegetációs index, emberi környezetet jellemző tényezőket, majd ezeket kombináljuk, és ez alapján a viszonylag kevés előfordulási adatból egy térképet tudunk létrehozni, ami az egész térkép területére jelzi azt, hogy az adott faj milyen valószínűséggel fordulhat elő. Amit látnunk kell, hogy ezek a környezeti adatok, ezek sokszor műhold felvételekről becsült adatok, és utána ezeket a becsült adatokat használjuk ahhoz, hogy tovább becsüljünk más adatokat. Hogy mi abból az ötletből indultunk ki, hogy hagyjuk ki ezeket a környezeti adatokat, környezeti adatok becslését, és használjuk magukat, a műhold felvételeket, és egy mély tanulásos algoritmussal az előfordulási adatokat kombináljuk a műhold felvételekkel, és így kihagyva egy kétes pontosságú becslést, csináljunk elterjedési térképeket. Jelenleg ezen dolgozunk, ami első kezdetleges eredményünk, a bálványfát, egy invazív fafajtának az elterjedését próbáljuk prediktálni. Két területen dolgozunk, egyrészt a Szársomjón van egy nagyon részletes felmérésünk, másrészt pedig az Aggteleki Nemzeti Parknak a működési területéről vannak adataink. Ezeket az előfordulási és nem előfordulási pontokat körbevágjuk a műhold felvételeken. Egy adatponthoz egy teljes év műhold felvételét használjuk, tehát egy ilyen 3D-s, valójában 4 vagy 5 dimenziós halmot hozunk létre, és ezzel tanítjuk utána a mély tanuló algoritmust, amit saját magunk fejlesztettünk. Jó, elsődleges eredmények alapján az algoritmus az tényleg jól működik, tehát több mint 80%-os pontossággal tudjuk prediktálni az előfordulási, a bálványfaj előfordulásának a helyét.
viszont vannak még problémáink, tehát a szársomjón Pécs mellett tanított algoritmus képtelen prediktálni a akteleki előfordulást, és vice versa, az akteleki modell az nem képes prediktálni a pécsi előfordulást, vagy a Pécs melletti előfordulást, tehát még azért van még mit dolgoznunk, de küszködünk vele, és végül a kollégáimnak szeretnék köszönetet mondani. Terepi adatok nagyon fontosak, és az anyagi támogatást is köszönjük, és köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen az előadást. Nagyon-nagyon izgalmas előadásokat hallottunk, és ami most következik, az sem lesz kevésbé izgalmas, mert a hat előadó Falus András koordinálása mellett további beszélgetéseket folytat az elhangzottakról, illetve itt lehet majd megfogalmazni a közönség soraiból is esetleg azokat a gondolatokat, kérdéseket, amelyek az előadások anyaga alapján felmerültek. Úgyhogy én most átadom a terepet Falus Andrásnak, és kérem az előadókat, hogy fáradjanak ehhez az asztalhoz. No hát, köszönöm szépen a bevezetést, a kommenteket és a felkonferálásokat. Itt egy ilyen diszkusziónál, ahol kiülnek az előadók, két megoldás van, ilyen logisztikai megoldás. Az első az, hogy egyenként végigmegyünk az egyes előadásokon, de én hadd javasoljak egy másik megoldást, fogalmakat vetnék föl, és a végén térnénk vissza azzal, amit mindannyian hangsúlyoztunk bizonyos formában, hogy jó vagy rossz, vagy enyhén aggódunk, de amúgy úgy enyhén optimisták is vagyunk. Magyarul két dolog nem feltétlenül üti ki egymást. Illetve az, hogy az önök véleményét is, nyilván hozzászólásait is meghallgassuk. Én az előadásomban megemlítettem Szegedi Krisztiánt, néhány hónappal ezelőtt egy hallatlan, izgalmas előadást tartott. Én nem voltam ott, csak hallottam ennek a hírét, illetve elolvastam az anyagát. Pétert szeretném megkérdezni, hogy ezt ő ott mondta el nálatok, SBK-ban, akkor a Rényiben. No, ő azzal ütötte, tehát az volt a felütése, hogy ő már az Elon Musk cégnél dolgozik, és az ő feladata mesterséges matematikust előállítani. Nem matematikát, hanem matematikust. És ő a fő gondok közül hármat mondott. Az első az adatokra vonatkozik. Itt mindannyian mondtátok, vagy többen mondtátok az adatoknak a elvárt mennyiségét. Hagy veszek föl egy olyan kérdést, hogy van-e elég adat? Van-e elég adat az interneten, tehát a in vitro térbe, vagy a cyber világban, amit például ezek a nagy cégek, nagy infotech cégek még nem használtak föl, és nem vittek el különböző adatbázisokba. Tehát lesz-e
elég olyan input, amiből valamilyen konzekvenciát, valamilyen például mélytanulási eredmény outputot le lehet vonni. Mit gondoltok? Például. Lehet hallani? Oké, okay. Köszönöm. Szerintem nincs elég adat, de ezt ilyen... Inkább azt mondanám, hogy ketté bontanám a problémát. Rengeteg adat van, amit nem használunk elég jól, és nem tudjuk, hogy kell használni. És szerintem az egyik nagyon fontos feladatunk az, hogy tanuljuk meg jobban használni ezt az adatot. Ezek a talán hallottak róla, ez a úgynevezett címkézetlen adatok, és ezek a self-supervised learning fenomena, hogy a címkézetlen adatokból próbáljunk, amikről nem tudjuk, hogy mit tartalmaz, próbáljunk meg megtanulni legalább azt, hogy az adatkörnyezet az hogy néz ki. Szerintem ez az egyik, amire nagyon sok adatunk van. A másik pedig, én csak egy ilyen személyes tapasztalat alapján mondom, hogy mi vizsgáltunk géneket, és nagyon sok minden mellett elsiklottunk, amik a mikroszkópos képeken ott voltak, és most jönnek ki az újságok, és visszanézem, és tényleg, ez ott lett volna ez a válasz, hogyha tudjuk, hogy mit kell nézni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincs elég adat, de nagyon sok van, amit rosszul használunk, és nagyon sok van, ami olyan kérdésekre tud válaszolni, amikre még nem is gondoltunk. Világos. Miklós, szeretném ugye erről megkérdezni. Hallható vagyok? Igen, én azt gondolom, hogy rengeteg adat van, amit nem jól használunk, és még csak nem is közelítjük meg agilisan azt, hogy hogyan használjuk ezt az adatot, és én azt gondolom, hogy egyre több adat lesz. És itt borzasztó fontos az, hogy a szenzorokat kikontrollálja. Tehát például az, hogy a CTG gépeken tárolt magzati szívhang adatokhoz hozzáférjünk, az nekem egy fél éves közbeszerzési ciklusban egy hardware és szoftver kulcs beszerzésébe tellett, amit a kínai gyártótól kellett megvenni. Tehát, hogyha mi mondjuk az egészségügyi rendszerünkben megengedjük, hogy egy beszállító bejöjjön, például ez egy konkrét eset, egy telemedicina szolgáltató, saját gyár, külföldi eredetű telemedicina szolgáltató saját eszközzel készít a mentőautókon EKG görbéket, és akkor az az intézet, amelyik feldolgozza, diagnosztizálja ezeket a görbéket, megpróbálta elkérni ettől a cégtől a magyar embertest szövetéből származó adatot, akkor azt a választ kapta, hogy nem adhatom oda, tyúkok ülnek rajta, és én is mesterséges intelligenciát fejlesztek belőle. Tehát én azt gondolom, hogy minden egyes kardiológiai betegúttal lesz több adatom, és a nagyon fontos az, hogy szuverén módon hozzá tudjak férni. Tehát eleve úgy kell beszerezni már a szenzort is, az MR-géptől az EKG-ig, hogy az adat egy adatvezérelt rendszerbe kivihető legyen. Én azt gondolom, és a nagy felbontású diagnosztikák, amit például Péter is valamilyen lehetőség beszélt, ontani fogják az egészségügyi adatokat. Szeretnék egy picit figyelmeztetni magunkat arra, hogy tökéletesen értem a nagy mennyiségű adat feldolgozásának a jelentőségét, a bámulatos eredményeit. Csak szeretném megmondani, hogy a jelentős mértékben az emberi agy nem így működik. Tehát, hogyha pszichológiai kísérleteket, tehát a kognitív tudomány egy nagyon komoly tudomány lett, ez nem olyan, mint a 30 évvel ezelőtti pszichológia. De hogyha konkrét szituációkban kísérleteket végzünk, akkor például arra megdöbbentő következtetésre juttak a kognitudósok, hogy ellentétben például a mélytanuló algoritmusokkal az emberek gyakorlatilag egy-két példa utána már hipotéziseket gyártanak. Tehát a hipotézisek generálása az olyan lépés, ami az emberi típusú gondolkodásának az integráns része. Ez nem megközelíthetetlen, de vegyük észre, hogy egy másik dolog, mert akkor a hipotézis nyomán kezdjük keresni az adatokat, nem úgy, hogy valami, rengeteg adatunk van, és abból valami kijön, csak nem feltétlenül értjük, hogy miért működik.
Ez emberek nem így szeretnek gondolkodni, hanem úgy szeretnek gondolkodni, hogy meg akarják érteni, és ennek az egyik titka az, hogy a kezdet kezdettéktől, tehát tulajdonképpen az agyban van egy koevolúció, az adatok megszerzése és a hipotézisek generálása között. És ez a lépés nagyon fontos, és nem lehetetlen egyébként, hogyha a mesterséges matematikust említetted, akkor emlékezzünk meg röviden a mesterséges tudósról is, mert ez a kutatási forma is létezik. És ez például olyan dolgot generál, ami hipotéziseknek tekinthetők, azt összeveti az adatokkal, és van még egy dolog, úgy hívják, hogy elmélet, bocsánat, tehát tétel bizonyítási algoritmus, tehát akkor megnézi azt, hogyha jutott egy bizonyos eredményen, amit matematikailag ki lehet fejezni, akkor megpróbálja azt is megnézni, hogy az ismert tudásból, az ismert axiókból le lehet-e vezetni. Na most itt is vannak kellemetlen dolgok, ez több éves történet, de ez az utolsó, amit szeretek mondani, mert nagyon mellbevágó. Egy biokémiai szabályozási folyamatra fejlesztettek, vagy eresztették rá ezt a modellt egy laboratóriumban, és egy olyan képletet hozott ki, ami rövidebb, mint bármelyik ember által kialakított képlet, sokkal pontosabb, és azóta se érti senki, hogy lehet ezt első elvekből levezetni. Pontosan ilyen érvet lehet elmondani. Évekkel ezelőtt volt egy olyan bajnokság, hogy az egyik mesterséges intelligencia egy Go játszmát játszott a Go világ bajnokkal, és nyert. És volt a Go-ban egy olyan lépése a gépnek, a mesterséges intelligenciának, amit abszolút nem értettek a hozzáértők, akik ismerték a Go-t, és ugye a 30-40. Valahány lépésnél derült ki, hogy az a lépés 30 lépéssel előtt miért volt fantasztikus, és jó, és sikeres. Én most azt szeretném mondani ős hozzászólásával kapcsolatosan, hogy amit te különbséget teszel, az a különbség az úgynevezett emberi intelligencia és a mesterséges intelligencia között. Azért a mesterséges intelligencia adatai között csak múltbeli és jelenbeli adatok vannak. Tehát a predikció, a jövőbelátás, a gondolatolvasás, vagy ilyen szép szavak, attól függ, hogy a már meglévő infók között tud-e valaki egy olyan asszociációt találni, például ökológiai asszociációt, ami értékes, de nem lát a jövőbe. Tehát én számomra nagyon fontos definiálni az intelligencia fogalmát, de hát ez egy nomenklatúra kérdés, hogy ezt, amiről beszélünk, MI-ről vagy AI-ról, ez intelligencia vagy sem. Egy durva dolgot kérdezzek, van-e humor érzéke a mesterséges intelligenciának? A világ összes vicc adatbázisához hozzá fog férni, és megtalálja azt a apropót, amiről neki egy valamilyen vicc jut eszébe. Na most humorérzék, empátia, kreativitás nem mondom, mert azt el tudom képzelni. Szóval az emberi intelligencia és a két levezető elnök, mind a két remény neurobiológus, jó neurobiológus, nem így működik az agy. Az agy, az emberi agy szimbólumrendszerekben is működik, ami nincs benne, én úgy gondolom, a képi intelligenciában, ami egy könyvet szeretnék mindannyiuknak ajánlani, vagy kettőt.
az egyik egy híres név, Ray Kurzweil, aki a mesterséges intelligencia nagy örege, aki azt a szót, ami az én előadásom legutolsó sorában volt, a szingularitás fogalmát felvetette. A másik Max Tegmark, aki az Élet 3.0, Life 3.0 könyvet írta meg, ahol pontosan ez a dolog lényege, hogy fantasztikus, ez a valami, amit egyelőre MI-nak, vagy MI-nek, vagy AI-nak nevezünk, de nem intelligencia. Szóval én úgy gondolom, és annak idején, amikor Zoli előadását először meghallgattam, és meg nagyon jól hatott rám, akkor te a címbe csak azt tetted be, hogy deep learning, tehát a mély tanulás, amit én nagyon jónak tartok. És még egy problémám az adatokkal, amit úgy fejez ki az irodalom, hogy halucináció. Ami nem abban az értelemben, hogy mi hallunk hangokat és elképzelünk valamit, hanem téved. Tehát mi a hibáknak a szerepe? Mindenki szerintem kipróbálta a chat GPT-t, egy ismerősöm megiratta a saját nekrológiát, egy fiatal ember, és az első dolog, amit a chat GPT rosszul, a hármas típus, a négyes, ötös sokkal jobb, hogy teljesen más évszámot írt a születésre vonatkozóan. Hogy lehet a hibákat kiszúrni, kivéve azt, hogy annyi adatot kell bevinni, hogy azok kiüssék egymást? De hibából is lehet, és most a fake news-okról nem is beszélve. Én hadd kérdezelek, Gyuri, meg arról, hogy ezekben a gyógyszer szimulációs kísérletekben, tehát egyenlelőbb, mint az emi, tehát amikor a különböző illesztéseket beillés, a receptor, és a többi 3D-dókat, ott milyen tévesztések fordulnak elő. Köszönöm szépen, elég messzire kerültünk az elejétől, hogy milyen elég adatunk van-e még. Hagyj nyúljak oda-vissza, hogy tehát azon a területen, ahol én dolgozom, sokkal kevesebb adattal dolgozunk, mint amikről most itt hallottunk. Tehát néhány száz, néhány ezer adattal. Ráadásul tapasztalatunk szerint az adatok minőségével van gyakran. És ezt feltételezem, hogy ez nem a mi területünkön van csak így. Tehát még ahol nagy mennyiség adat is van, a legelső feladat, és nem könnyen megoldható feladat, ezeknek a megtisztítása és az értékes adatok kinyerése. Egyébként pedig a gyógyszerkutatás területén viszonylag jól definiáltak az adatok, legalábbis a korai gyógyszerkutatásban, hiszen éppen, hogy igyekeztem szangsúlyozni, mi nem humán adatokkal dolgozunk, nem a komplex biológiával. Az egész gyógyszerkutatás, egy mai gyógyszerkutatás nagymértékben analitikus, szétszedi a problémát apróbb elemekre, és azokra keres megoldást. És ez elég jól is működik, a megoldás megtalálása, de nem feltétlenül működik jól a gyógyszer megtalálása, mert ott van egy ugrás viszont a kettő között, ezek a modellek mennyire alkalmasak a végcélnek az elérésére. Kérdezni szeretnélek Én az egészségügyi adatok mentén egy olyat hadd mondjak, hogy ugye megnéztük például azt is, hogy milyen sorrendben mutatom neki a képet, ahhoz képest ő más predikciót hoz. Most ugye ez úgy merül föl számunkra, hogyha azt akarjuk, hogy meg tudjuk magyarázni a torzítást, ugye az ázsiai emlőszövet az más, mint az európai, tehát hogy ezeket a torzításokat ki tudjuk szűrni, egyet több adatra van szükségünk, másfelől tudnunk kell még azt is, vagy nyilván kell tartanunk azt is, hogy milyen szekvenciában tanítottam az algoritmust. Erre is itt van egy másik technológiánk, a blockchain. Tehát igazából egy olyan szintű
fúzionált adatstruktúrára volna szükség, amelyben én ellenőrizhető módon végzek tanításokat vagy fejlesztéseket, és ezzel mi, és aztán, hogy ezt hogyan kell megvédenünk, mert ez ugye ez kettős használatú technológia, az meg még egy nagyon komoly dolog, hogy hogyan, ha ezt megcsináljuk, akkor mennyire leszünk sebezhetőek, de hogy mondjam, még egyelőre ott tartunk ezzel, hogy ezt még ki tudjuk húzni a falból a mi adatbázisunkat, de én is egyetértek azzal, hogy egy idő után ezt nem lehet majd kihúzni a konnektorból azt a gépet, amin ez fut. Mind az Ős, mind a András mondandójára, az EMI nem téved. Az EMI megtanul egy statisztikai eloszlást, és abból vesz mintát. Tehát, hogy mi tévedünk akkor, amikor a modelleket megkreáljuk, meg a rossz eloszlású adatokat tápláljuk bele. És szerintem ezt nagyon fontos látnunk, hogy nem az EMI rossz, EMI az egy ilyen nagy bubble, nem a módszer rossz, hanem rosszul kreáltuk meg. És amikor azt mondjuk, hogy nem képes emberi gondolkodásra, nem is akarjuk, hogy képes legyen. Azt akarjuk, hogy van egy probléma, amit megoldjon egy számítógépes ágens. Tehát, hogy ha azt szeretnénk, hogy következtessen, akkor erre is vannak kutatások, amik egyszerűen azt próbálják megtanítani, hogy valami ezt formális szemantika mentén tanuljunk meg következtetni. Amit most ilyen nagyon nagy hype a deep learning, az nem erre lett kitalálva, az egyszerűen arra lett kitalálva, hogy van egy tök jó ötlet, konvolúciónak hívják, azt nagyon-nagyon jól tudjuk paralelizálni, és meg tudunk képeket vagy szövegeket tanulni. Tehát, hogy szerintem ezt nagyon fontos tisztázni, hogy azok, amiket mondjuk a ChatGPT vagy a képfelismerők csinálnak, az nem azt tanítjuk meg, hogy emberként viselkedjen, hanem arra tanítjuk meg, hogy adatokból valamilyen patternök mentén tanuljon meg függvényeket. És szóval, hogy ezt, szerintem ezt a tév kommunikációt, ezt mindenképpen tisztáznunk, vagy érdemes mondani, hogy nem várunk tőle feltétlenül emberi viselkedést. Nagy a csábítás, hogy Zoli hozzászóljon. Csak tényleg ez a, hogy mire használjuk a deep learninget, meg a mostani algoritmusokat, ezt valahogy úgy lehetne felfogni, hogy ezek tulajdonképpen azt csinálják, amit az érzékszerveink csinálnak. Tehát például a szemen keresztül, hogy látunk, ott bejön egy fénysugár, retina, és hogy az agyi területeken összerak egy képet. De ennyi. Tehát ez még nem egy értelmes dolog, nem egy intelligencia. Tehát szerintem itt tartunk most per pillanat, hogy a külvilág felé tudjuk megteremteni a kapcsolatot a számítógép és a valóság között. Hogy ezt most már fel tudjuk dolgozni, be tudjuk táplálni, de még nagyon messze állunk attól, hogy általános intelligenciát létrehozhassunk a számítógépen belül. Tehát... Igen, ez szerintem egy érthető szkepszis. Bocsánat, elnézést, ez nem teljesen igaz. Tehát ha valaki elolvasta mondjuk Gregor, pedig az már jó rég a Gregorinak az Értelmes Szem című könyvét, ugye, aki a Cambridge-i kognitív iskola egyik alapítója volt, akkor rájön arra, hogy valójában hihetetlen intelligens például a látási analizátorunk, intelligens, mert valójában tárgyhipotéziseket generál, és és a tárgyhipotézisek között próbál választani a vizuális adatok, ugye ingatja az ember a fejét, ez gyakorlatilag az, hogy adatokat gyűjt a tárgyhipotézisek tesztelésére. Valójában ez folyik, és a vizuális becsapások, tudjátok, az ördögvilla, meg a Necker kocka, hogy mi, az pontosan ez, ennek a folyamatnak a mélyére hatol, amikor nem tudunk dönteni, és teljesen tudatosan érzékeljük, hogy a két hipotézis között nem tud választani az a látási analizátor. Igen, én azért nem szeretnék etimológiai vitába ilyen értelemben belemenni. Ebből, amit te mondasz, hogy mondjuk a látás intelligens, vagy az optikai rendszerünk, ez nem marad ki a intelligenciából a komplexitás fogalma?
Szóval egy funkció rendkívül fejlett az, mit tudom én, ahogy a hangyák, vagy a termeszek világára gondolunk, vagy a hódok világára gondolunk, az, szóval én nekem az az érzésem, hogy a szuperintelligenciára gondolunk mindig, amikor intelligenciáról beszélünk, holott van átlagos intelligencia, van egy emberi attitűd, egy humán antropológiai faktor, amit intelligenciának nevezünk. Ezt is szerettem volna inkább ennek a háromnegyed órának a vége fele fölvetni, de akkor most is. Van-e meghatározásunk? Tudtok-e egy egymondatos, egy egyszerű képlet, ahogy ős mondtad, egy egymondatos, korrekt definíciót adni az emberi intelligenciára? Megpróbálkozhatunk ezzel? Valahogy nem érzek túlnyomó, tomboló lelkesedést. De én megpróbálok. Hát mit gondoltok? Miért vetettem fel ezt a kérdést, hogy elmondhassam? Intelligencia egy adaptív képesség, amivel, és itt jön az átlag intelligencia, bárki bármilyen tevékenységet valamilyen szinten meg tud oldani. Ez az intelligencia, abban az értelemben, a bármiben benn van a komplexitás. Persze lehet mondani szavakat, empátia, önreflexió, kreativitás, logika, verbális képességek, vizuális, szintetikus képesség, de ezeket még lehet mondani és folytatni. De az az adaptív képesség, amit a látásban te intelligenciának, vagy mi intelligenciának gondoljuk, igen, mert árnyalatokat, én például majdnem megvakulok ettől a szemembe világító reflektortól, fel tudunk fogni és értékelni is tudunk, de nem hiszem, hogy jól közelítjük meg, emiatt az analógiánk is szerintem hamis. Adhatok egy kis reflexiót erre? Adjál létszere. Erre szeretnék. Tehát az ember se annyira univerzális, mint amennyire hisszük. Ott is van az adaptációnak szerepe természetesen, ebben te egyetértek, az intelligencia csak akkor értelmes, hogyha az tényleg adaptív. De hogy milyen kontextusban, az borzasztóan eltér. Nagyon egyszerű példát mondok, hogyha például hallgatókat beültetnek egy sötét szobába, és az ördögvillát vetítik elé, és annál kevesebb jutalmat kap a kísérlet végéig, minél többször néz máshova. Na most 15 perc múlva olyan iszonyatos fejfájása lesz, hogy csomóan elhányják magukat. Miért van ez? Azért, mert hát ugye Darwin óta tudjuk, tehát van egy majom örökségünk. A majom az a fán éldegélt, és borzasztó túlélési jelentősége volt annak, hogy ő tudja, hogy az ága geometriája az hogy alakul, magyarán ugorható vagy nem ugorható az. Mert hogyha rossz helyre rúg, akkor lezuhan, igaz? És akkor megeszi a leopárd. Na most, tehát itt úgy tűnik, hogy borzasztóan rá vagyunk hangolva az, hogy értsük valójában, hogy mit látunk, mert az életünk múlhat rajta. Na most, hogyha megcsinálja valaki azt a kísérletet, hogy van három pitli. Az egyik pitliben forró víz van, a másikban, az másik szélén hideg víz van, közepén meg langyos víz van. Az egyik kezét beleteszi a forró vízbe, a másik kezét a hideg vízbe, és akkor mind a kettőt beleteszi a középsőbe. És elképesztő, ugyanazt látja azt a vizet, és egyszerre fogja érezni hidegnek és melegnek, de miért?
mert semmiféle túlélési jelentősége nem volt annak egy állat számára, hogy egyik lába belelógott egy gejszírbe, a másik a jeges menet, és akkor belelépett a két lábával langyosba, és akkor ki kellett volna találnia, hogy most akkor ez milyen hőmérsékletű, mert ilyen szituációnak nincsen túlélési értéke. Tehát ezt akarom mondani, hogy az emberben is megvannak az adaptációnak azok az irányai, amelyek számítanak, és azok, amelyek nem számítanak. Igen, és ez időben változik, igen, és a gyakorlatban. Hogy mondjak valamit. Bocsánat, megkérdezhetem a tisztelt jelenlevőket, hogy van-e valakinek hozzáfűzni valója, véleménye. Igen. Professzor úr, megengedi a kicsit lazításképpen a intelligenciáról? Szokták azt mondani, hogy az intelligencia az, amit az intelligencia teszt mér. Ezt alkalmazzák is. Na most nagyon érdekes, ugye beszéltem ezt felhasználókkal, és azt mondták, hogy tulajdonképpen ugye ez egy nagyon hosszú és alapos teszt, de ezt tulajdonképpen mindenki meg tudja egy bizonyos idő alatt csinálni, ha átlagos. De az, hogy mennyi idő alatt, milyen rövid idő alatt, az már döntő az intelligencia szempontjából. Két kérdést tennék föl, két nagyon rövid egy-egy mondat. Az egyik az Falus professzor úrnak. A biológiai életkort megállapító öregedés órákat a tudomány epigenetikai óráknak hívja. Ezek a DNS-eken lévő epigenetikai markerekből kimért adatokkal dolgoznak. Egy matematikai modell határozza meg ezekből az életkort, egy gépi tanulási algoritmus következteti ki adatokból, tehát az epigenetikai óra az emmi terméke. Ez azért fontos, mert ez akár a diagnózisnál, betegségeknél, ugye akár a gyógyulásban, ez egy fontos dolog lenne. Ezt állítólag alkalmazzák. A Szatmári professzor úrhoz pedig szintén egy rövid kérdés. Egy evolúció filozófiai. Filozófiai kérdések több ezer év óta ma már gyakorlattá váltak. Azt lehet talán mondani, hogy az élő szervezetekre jellemző az evolúció. Ugye szenvedünk, és meg kell halnunk. Na most mi van a gépekkel? Pláne, ha öntanulók nem fognak elpusztulni, fognak evolúciósan fejlődni? Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, annál is inkább, mert náluk fölvetődik, hogy létezni fog náluk politika, gyűlölet, háborúzni fognak. Tehát apai ösztön, anyai ösztön, tehát ezek teljesen olyan érzelem, emberi érzelemhez kötődőek, amik eléggé kizártnak tarthatók. Köszönöm szépen. Igen, megpróbálok válaszolni az elsőre. Én nem hiszem, hogy az epigenetika az emmi-nek a terméke. Az epigenetika éppen olyan, tehát a génexpresszió szabályozásra különböző módosítások révén épp olyan objektív biológiai jelenségkör, mint amilyen a genetika. Eltér a genetikától, mert reverzibilis például, de tehát én erre ezt tudom válaszolni. Én azt hiszem, hogy lebecsüljük azt, amire a technológia képes, és ugye hát erről szerintem ennek aztán mindenféle veszélyei is vannak, de most mondok egy konkrét példát. Nagyon nagy különbség van egy ilyen valamennyire intelligensnek tekintett rendszer, mint a nagy nyelvi modell, és az úgynevezett lehorgonyzott intelligencia mechanizmusok között. A lehorgonyzás, vagy grounding. A grounding az, hogy meg tudom ütni magam. Ez a grounding. Most nyilvánvalóan az a technológiában ez csak a robotokon keresztül történik. Hát és ez is történik. Tehát arról nem tudtam beszélni, az evolúciós robotika egy létező robotfejlesztési technológia ma is. Nem a teste fejlődik, hanem az agya. Csak újabb és újabb agya, tehát lényegben a szoftver fejlődik benne. De ilyen értelemben az, hogy a szoftver mit tud csinálni és mennyire, az azon múlik, hogy a testen keresztül
lesz interakcióban a környezetével, és adott esetben a másik robottal. Falus professzor emlegette a szimbolikus vonalat. Hát az a helyzet, hogy minden gyakorlati szempontból arra is képesek. Felhívom figyelmet mindenkinek, Luke Stiles-nek, aki egyszerre nyelvész és robotikai szakember, a beszélő fejek és azt követő kísérleteire, amikor a robotok lényegében egymást tanították meg arra, hogy nyelvi úton mondjuk a szobában látható dolgokat, azokat hogyan kell nevezni. Tehát magyarán, és meg lehet figyelni, ahogy az illető, és ezek beszélnek, lehet hallani, tehát hogy az illető string, tehát az a hang mintázat, ami kijön a szájából, és amit a másik, vagy a hangszórjából, és a másik robot hall, akkor meg lehet figyelni, hogy hogyan konvergál a két robot egy bizonyos jelentésre, mert hogyha mutat valahova az egyik robot, mert ezek ráadásul mutogatnak is, akkor nem lehet tudni, hogy azt a képernyőre mutat, vagy egy tágabb valamire, és lehet látni, hogy szemantikailag kifinomítják a beszélgető robotok, és akkor ott van lényegében a robotban egy szó. Megjelenik pontosan úgy, mint ahogy az emberben. Tehát ez visszatérve ugyanígy az érzelmekkel is. Meg az érzelem az egy ilyen shortcut. Ugye állatokban is megvan, tehát azért nem akkora vasz is az. Tehát ez egy rövid zár, aminek szintén adaptív értéke van. Hogyha a robotnak a túlélés ezen múlik, ugye, tessék elképzelni, bányákba meg Marsra küldött robotokat, autonóm döntéseket kell hozniuk, kollaboratív dologban, azok lesznek hatékonyabbak, amelyekben valamiféle érzelem is megjelenik, mert tudjuk, hogy bizonyos körülmények között az a rövid zár, ami megvéd minket attól, hogy elkezdjünk filozofálni, és közben leharapja az oroszlán a fejünket. Na, ez a rövid válasz. Professzor asszony, akartál hozzászólni? Most legszívesebben Szatmári Őrst provokálnám, hogy mi az, hogy nem nagy vasszizdasz, hogy érzelmek vannak, nagyjából csak az egész életünket határozza meg, de tulajdonképpen nem ezért kértem szót, hanem mert én látok itt egy nyelvi problémát, és ezt már érintettétek az előbb, vagy András, hogy olyan fogalmakkal írja le a tudomány a mesterséges intelligencia képességeit, amelyek a biológiai rendszerekre születtek. Hát maga a szó, hogy intelligencia, deep learning, neurális hálózat, tehát még legalább nem azt mondja, hogy neuronális hálózat, evolúció. Evolúció az per definíció nem az élő világra vonatkozó. Már nem. Hát mert én eddig úgy tudtam, én az iskolában még azt tanultam, és azt gondolom, hogy ez segíteni azért ennek a két rendszernek a különkezelését, mert nem, itt nem egy biológiai rendszerről beszélünk, hogyha mások lennének a fogalmak. Tehát ez az egyik dolog, amit felvetek. Látom, ő is ideges ettől, de... Ez a jó. Igen. Specifikusan Szatmári Őrstől kérdezem, hogy mondott itt egy furcsa dolgot az előadásban, az evolúció kapcsán, hogy itt a mesterséges intelligenciában a semmiből való keletkezés van. És hát ez már ugye a filozófia, teológia világa, ahol vagyunk. És hát én nem azt láttam, hogy itt a semmiből keletkezett valami, hiszen rengeteg adat volt, egy egész képsor, amit láttunk, amiből kijött valami. Tehát, hogy nem kellene itt a fogalmakkal, a kifejezésekkel egy kicsit óvatosabban bánni, vagy speciálisan erre a rendszerre kitalálni azokat a fogalmakat, amelyek inkább leválasztják a biológiától. Köszönöm. Az előadásomban említettem azt, hogy az elején, hogy az evolúciós dinamika nem kötődik se az organizmusokhoz, se a génekhez. Onnan származik. De valójában egy algoritmikus koncepció, tehát bármilyen entitás,
ami megfelel az alapkritériumnak, azon entitások populációjában minden szempontból darwini típusú dinamika bontakozhat ki. Például ezt most már molekulákkal is meg lehet csinálni, amely molekulák nem élőek, de hát ugyanazokkal a technológiákkal lehet leírni, hogy mi történik a kísérletben. Ez történetesen az egyik szakterületem, tehát ez egy működő dolog. Szintén mesterséges evolúció folyik a mérnöki tudományokban most már évtizedek óta, amikor úgynevezett genetikai algoritmusokkal fejlesztenek ki olyasmit, amit máshogy nem tudnak. Kedvenc példám az az elképesztően kinéző, fura módon görbített dróddarab, amiről nem szokták kitalálni az emberek, hogy mit mutatok, az egy genetikai algoritmussal kifejlesztett antenna, amelyet olyan körülményekre fejlesztettek ki, amire a mérnökök nem tudtak dizájnt mondani, mert nem tudták kiszámolni, mert annyiféle hatály. De ezek mind evolúciós folyamatok, csak más szubsztrátumon működnek. És a konkrét kérdéset, amikor tehát arra a mesterséges tanulási evolúciós kísérlet, mint mondtam, tehát a semmit nem úgy kell érteni, hogy abszolút semmi, hanem gyakorlatilag a program, és ott az egész kísérletnek a program a lényege, tehát ami ugye a végén osztályozni tud, és már a deep, tehát a backpropagation algoritmus is működik benne, tehát maga a program lényegében üres. Az, hogy generálhat különböző sorokat, az természetesen benne van. Tehát a generatív képesség adva van, de a program, amikor elindítják, lényegében üres, ilyen értelemben a semmiből ki tud, bocsánat, valahogy az élet is így keletkezett a Földön 4 milliárd évvel ezelőtt, de viszont bámulatban, mert ott volt a kémia, az tudott kombinálni dolgokat, de bámulatvejtő, hogy ez kiemelkedik a funkcionális kritériumok alapján a rendszerből, és a végén elérkezünk oda, ami a mesterséges intelligencia kutatóknak évtizedekbe telt. Tehát ebben tényleg van valami lenyűgöző. Lehet, hogy egy kérdésem lenne is hozzá, de nem tudom, hogy jól látom-e azt, hogy ugye, ha azt mondjuk, hogy valamilyen unitokból áll az élet is, ugye elindult valahonnan, most amit program te mondasz, az is valamilyen unitokból áll, ezt mi a informatikában úgy hívjuk, hogy prior tudás. Ugye, és ezek, hogyha megvannak, akkor ezekből tudunk építkezni. Most, hogy keverjük vagy nem keverjük a fogalmakat, ezt szerintem egy nagyon jó kérdés, de én valahogy úgy látom, hogy a mi evolúciónk itt van, a gép evolúciója az valahol itt van, és ugye most attól félünk, hogy ez kezd növekedni, valahova talán el is hagyja. És akkor itt a professzor asszony kérdés, hogy a nevezéktant azt jól vagy nem jól használjuk. Szerintem ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye most, hogy itt van, most nagyon jó dolgokra tudjuk használni ezt a szintet. Hívhatjuk-e ugyanúgy, vagy nem? Ezt én nem szeretném, vagy nem is posztom megmondani, de gyakorlatilag most az történik, hogy ez így szépen jön felfele, ugye? És akkor látnunk kell, hogy valahol ez utol fog érni, lehet-e kontrollálni? De én szerintem utolérésről akkor lehet beszélni, ha a kettő egy pályán van, akkor éri utol, vagy, okay, vagy de nem akkor, akkor éri. De itt, amit Örs mondott az előadása végén, hogy itt két külön evolúciós, tehát van egy úgynevezett gépi evolúció, így keletkeztetve ezt a pontot. De ha a mesterséges intelligenciának nevezett valamit, ami nem egy robot van, nagyon látványos az a hölgy, amit te mutattál, meg CEU, meg minden, de a mesterséges intelligencia nem ilyen félelmetes, ilyen különböző pszichotrillerekben, filmekben előforduló kép, hanem óriási hardvereknek és szoftvereknek a összekapcsolt hálózata, szóval nem feltétlenül így kell elképzelni, és a egy éve, amikor a ChatGPT-3-at kioszták, azt hiszem november 30-án, akkor
azzal lett barátságosabb, hogy én otthon leültem a saját laptopom elé, és őszintén, mint két ember kommunikáltunk, és nem egy ilyen mindenre képes robot volt. Szóval én szerintem a mesterséges intelligenciának nevezett valami eszközrendszer, egy toolset, ami nem egy teremtmény, ami a semmiből jött. Tehát ez szerintem egy alapvető eltérés. Tehát én nem hiszem, hogy a mesterséges intelligencia olyan, ami a hit kérdését felveti. Bizonyos lehet az ember, az emberi tudás egy bizonyos pontján, hogy elérkezik ide. És itt van az alapvető kérdés, hogy egy pályán van, vagy nem egy pályán van. Mert ha nem egy pályán, akkor az van, amit te mondasz. Ha egy pályán, akkor a brain-computer interface az meg fog valósulni. Tehát, hogy közvetlenül agyi elektromos, vagy bármilyen típusú jelek dekódolása megtörténhet a számításrendszerbe. És ez szerintem ez a szingularitás. És az a provokatív kérdés, hogy van külön pálya, mert hogyha a három kritérium, amit mondták, kielégíti az evolúciót, akkor van külön pálya, vagy nincs külön pálya? Szerintem ez egy szituációfüggő dolog, attól függően, hogy mennyire hasonlít az a környezet, ami lényegében a szelekciót végzi, beleértve adott esetben idézőjeltet fajtársakat is. Ha kellőképpen hasonlít, akkor kellőképpen hasonlítani fog az eredmény. A részleteiben persze elfog, de ugye az evolúciós konvergencia az ez egy ismert dolog. Ugye nézd meg a polip szemét, és nézd meg a saját szemedet. A részletekben, mert van egy kis különbség, mert meg van fordulva bizonyos rétegeknek az irány, a polip szeme jobb ilyen szempontból, ott jó döntést hozott az evolúció, nálunk meg van valami ilyen hang-up benne. De mindegy, tehát az evolúciós konvergencia az ismert dolog, és hogyha evolúciós rendszerekkel, akkor a mesterséges intelligencia is konvergálhat a természetesen. Ott volt egy gyors kérdés, légy szíves. Hogy az emberi intelligenciának is van evolúciója? Tehát volt-e evolúciós ugrás eddig az emberi intelligenciában? Nem, az emberi intelligencia ugrását látjuk most, egy evolúciós ugrását ezzel a mesterséges intelligenciával? Hát a neandervölgy és a homo sapiens között volt az a dolog, hogy a homo sapiens inkább letelepede Harari után szabadon csoportokat alakított, sokkal jobban kollektivizált volt, mint a neandervölgyi. Ez is intelligencia. Ez a kérdés gondolom inkább arra vonatkozik, hogy milyen genetikai alapja van. Tehát most a kulturális evolúció az megint egy másik terület, nagyon érdekes, ott nyilvánvaló a fejlődés, hát azért ülünk itt. De genetikailag természetesen az emberré válás során nagyon fontos dolgok történtek. A rekonstrukciók szerint, amelyekben én hiszek, illetve részben csinálom. Tehát például a protonyelvi képesség az a homo erectusban jelent meg. A protonyelv azt jelenti, hogy lényegében vannak szavak, de a komplikált szintaxisra képtelen az illető. És úgy tűnik, hogy ez a nagy nyelvi kompetencia, amivel mi rendelkezünk, az a homo sapiens-szel, mint fajjal együtt jelent meg. Fene tudja, mikor pontosan, de nagyjából 300 ezer évvel ezelőtt. Köszönjük szépen, professzor úr, akartál. Köszönöm szépen. Működik. Köszönöm szépen, rendkívül élvezem ezt a vitát, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Szeretnék visszautalni Falus András professzor úrnak a véleményére, amikor arról volt szó az elején, hogy érzelmi és nem érzelmi kérdéskör. Engem nagyon a két atyi féltekének a működés különbségeire emlékeztet. Úgy tűnik, hogy ez az egész digitalizáció
és egészen a mesterséges intelligencia, ez sokkal inkább egy balféltekés működésre emlékeztető valami. Ami hiányzik, az az érzelem. Érzelmet itten érintettük többen is, és bocsánatot kérek, de legalábbis az emberi tanulás érzelmek nélkül nincs. És az adaptáció önmagában az nem jelent intelligenciát. Ez egy kérdéskör, hogy miről beszélünk. Tehát egy egyszerű, feltétlen reflex is adaptáció, csak velünk született. Igen, világos. De az adaptációban benne foglaltatik valóban az intelligencia is. Tehát én azt hiszem, és visszatértünk oda, amit már Adam Veronika professzor azt is mondott, hogy a fogalmi problémáink vannak, rendkívül antropomorfa gondolkodásunk, és nincsenek disztinkciók téve, hogy tényleg használhatjuk azt, hogy intelligencia, vagy nem használhatjuk. Tehát először ezeket a fogalmakat kéne tisztázni, mi a robot, mikortól már nem robot, most maga a szoftver, a mesterséges intelligencia, vagy együtt a gyártmányával, és vajon lesznek-e majd érzelmes robotok, mint a Schwarzenegger filmek, ahol, tehát azt kérdezem, lesz olyan mesterséges intelligencia, amelyik önfeláldozó, amelyiknek hazaszeretete van, amelyik egy másik emberért feláld, másik robotért, és vagy emberért feláldozza magát. Akkor beszélhetünk igazából emberi tulajdonságokról. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy így szót kértem, és talán az időből kicsúszunk, de igazából rengeteget beszéltünk a jelenség belső, a mesterséges intelligencia jelenség belső dinamikájáról, és egyetértek, hogy nagyon komoly definíciós problémáink vannak. Szimbolizmust használunk, vagy metaforákat használunk, mert nem tudjuk eléggé pontosan leírni, akár az irodalomban körülbelül. Én ezt látom. De amit nagyon nem szabad elfelejtenünk, az a felhasználónak a dinamikája. Tehát azok igenis érzelemmel rendelkező egy ilyen, és ráadásul egy ilyen megbomlott világrendben egy ilyen eszkalációs függvényen mozgó felhasználói dinamikát figyelhetünk meg. Tehát, és ugyanaz, mint az atomfegyver esetében, vagy a nukleáris technológia esetében. A erőmű bomba. És a bombánál is kellett az elrettentés filozófiáig eljutni. Tehát nekünk most, és ugyanúgy nem bízhatom meg játékelméletek a másikban, hogy a hatékonyságát nem fogja ellenem használni valami érzelmi alapon. Tehát a felhasználó dinamikájától nem tudjuk ezt függetleníteni, időt el kéne töltenünk, mint a jelenség magyarázatával. Köszönöm szépen, elmúlt az időnk, és jó hírem van, a néhány szendvicssel fogjuk a nagy érdemű hallgatóságot megkínálni az emeleten, és ennek a két részből álló előadás sorozatnak, bár orvostudomány volt a fő hangsúlya, a második részben valódi orvostudományról is fognak hallani, onkológiáról, bőrgyógyászatról, neurológiáról, és a szerintem legalapvetőbb kérdésről, etikai vonatkozásokról. Pontosan 13:00 folytatódik a ülés.